király, 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 a béka király. Quack, 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 quack. És csókokat nyomott rám. Király, hogy hisz a mesékben, még néhány királylány. Hogy megtöri csókja a boszorkányát kád. Aztán megkérem a kezét, és végül szül majd egy kis babát. De király fibán, mégsem bántozott pillanatok alatt. Hiába csókolod meg, a béka mindig béka marad. Sírhat még ezen egy ilyen át, mert csókol mind, aztán megy tovább, de kicsit se fáj, újra egyedül reked a híres béka király. Sírhat még ezen egy ilyen át, mert csókol mind, aztán megy tovább, de kicsit se fáj, újra egyedül reked a híres béka király. Olyan régen várok rád, gyermekmentő, vagyok a béka király.
szeretne időm. Vitéz Mátyás király urunk, menj be szálas, érettebb dapke siránkozunk. Igazság már az időtől nincs. Most ön csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim merengének télen, szép Dunánk hömpölygő olajtengerében. Eltűnődék, hová lőn az jég. Bécsnek büszke várát, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most nem csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most nem csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Halljunk szót! Nagy Dáridó lesz itt máma, én mondom. Hát ez szuper buli, mert a jányom eladom. Lagzi Lajost vendégségbe meghívom. Az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem mire a nap felkel, Lagzi lesz és punktum a jányel kell. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. A végén isze játszom, mert nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. De kombiné, kombiné, ha tűkész kombiné, ha még az éjjel főhajtom majd én. Hadd aj a híd alatt a Margit híd alatt, hadd ott hagytod a kombinétodat. De már meg a kérő vajon hova bújt? Tám bizony a tablettásporttól kinyúlt, hogy az ember piacon árulják már szegényt. Tán elraboldott a Terry Black a vőlegény. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Régen üt már loptam, de
Halihó! Sziasztok! Mindjárt itt van Jana is. Csak éppen hozza Dave kávéját. Köszönöm szépen. Még nem látod, azt majd mindjárt megnézzük, várjál. Hátrébb toljuk. És utána majd helycsere lesz, csak a tutoriált, ha van, azt én meg szeretném nézni, mert lesz olyan live, ahol Jana nélkül fogok house flipperezni. Úgyhogy üdvözlünk mindenkit, már szól is a kis muzsika. Júj, nem szabad ilyen közel tartani a mikrofont, mert már berezonál. Hali, Mufi, Potato, Chris Berta. Oh my god, hát a köszöntéseket félbeszakították. Azazel tagság felfrissült, az élő csevegés velünk. De cuki vagy, köszönjük szépen, az a legújabb tagsággal egy órát beszélgethetünk, mert azazel majd valamikor felhívunk, vagy amúgy is baráti beszélős viszonyban vagyunk, úgyhogy ez egy picit más, de köszönjük szépen. És mivel te tag voltál, esetleg meg tudod írni azt, hogy mennyibe került? Mert hogy aki már tag és vesz egy újabb tagságot, annak olcsóbb, hogyha már eltelt x nap, úgyhogy ha megírod, amíg köszöntök, azt megköszönöm. Ádám, Göndör, Krisz Berta, Lucakun, Beatrice SSO, Lilla, Boróka Horányi, Zsoltnak is küldött értesítést a YouTube, örülünk neki, Ebi, Szilveszter, Cynthia, mindenkit üdvözlünk, hogy telt a napotok, azt is írjátok meg, Gréta Bedő, hogy indult a hétfő? Cynthia Ketszong, üdvözöllek, Larapot, téged is, és örülök, hogy boldog vagy. Legyél ügyes Modinál. A Szia Juli, SD, téged is üdvözöllek, és Bíró Alexandra és Maliana is megérkezett időben. És itt van Bogi is, hozzátegyük. Szia Bogi! Dév, álmos és nyűgös mongufta vagy. Nem, te változó. Szia Dalma, de örülök, hogy újra itt. 296 forintba került a legnagyobb tagság, így az az elnek. Ami amúgy 1400, úgyhogy köszönjük szépen, csekkoljátok. Még egyszer elküldöm nektek itt cseten, amíg a Nightbot felébred. Szia Lilla, a Hajni LPS, Regina Nagy és... Gréta, igen, igen, üdvözlünk titeket. Szia, az az Eláruljuk a nagy titkot, mennyibe került a játék? Azt hiszem, hogy 5900, vagy 6100, valamelyik akciós volt még, mikor mi vettük. Szerintem 5500 vagy 5900. De amúgy 6000 körül van Steamen. És eláruljuk a titkot, hogy mi még ezzel nem játszottunk, tehát ez lesz az első játékunk. Jana, te láttál ebből videót bárkinél, vagy live-ot? Soha. Én Dogi Andinál láttam egy 3-4-et a nyár folyamán, mikor dolgoztam, és éppen ráértem. Soha semmi tudomásom nem volt erről a játékról, egyetlen. Úgyhogy... Tényleg, semmi. Egy ideig voltam, megyek a boltba. Köszönjük. Alapvetően egy DLC játsz is hozzá, ami ingyenes, ami... különböző dolgokat tartalmaz, úgyhogy igazából már kapsz egy DLC-t. Nagy. Csak a új játékot fogunk kezdeni, nem tudom, ki ismeri a játékot, az már sokat. Egy házban is nagyon jó. Szükség van egy jó konyhára. Hát a jó konyha hiába, ha nincs benne jó szakácsnő, de azért nem mindegy, hogy meghívjuk a rácienőt ide a konyhára. Jelőséget. Üdvözöllek a House Flipperben. A játékban lehetőséged lesz házakat vásárolni, felújítani, berendezni és eladni. Dalmának nagyon szépen köszönjük! Ó, Dalma! Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük! Ma már a második, aki ezt csinált. És meg, ott van fönt, az, ennyi. Aki szeretne tag lenni, van 200 forintos, van 400, van 700, ahhoz már jár matrica, meg az 1000 forintoshoz is, meg... ehhez is, aki még nem kapott, de lehet, hogy emellé ugyanúgy küldhetünk egy újat szerintem, ezt majd még megbeszéljük Janával, vagy hogy legyen. És akkor Dalma, majd veled is beszélgetünk egy órát. Szerintem te is nem. Nem, én a Dogi Andi live-okat láttam Facebookon. Andi jól játszott vele, csak volt, hogy 4 órán át csinált egy házat. Dalma, majd egyeztetünk a beszélgetésre. Igen, majd hogy mikor érünk rá. Üdvözöllek a House Flipperben, a játékban lehetőséged lesz, igen, ezt olvasom az előbb is, egyelőre, mert úgy megzavarodtam a tagságtól, na. És ezen kívül szupercsette vagy szupermatricával tudtok minket támogatni, és köszönjük szépen. Nem titok, hogy nektek köszönhető, hogy ez a játék is meglett nekünk, úgyhogy egyelőre azonban be kell érned ezzel a kunyhóval. Kunyhó! Amit hívhatsz az irodádnak is, valamint egy laptoppal, amivel irányíthatod a vállalkozásodat. Jó, van egy kunyhó, csomó szemét. Nagyon tetszik. Micsoda rendetlenség. Jana, te írtad a magyar szöveget. Micsoda rendetlenség, rendet kell tenni. Nem is szoktam így beszélni. Igaz. Igen, szia Umaru. Szia Umaru, üdvözletem. Miskó. Szia Liva Pipa. Nyomd meg a kidobáshoz, bár így menne itthon. Ó, hát ennyi a kidobás, hallod? Hol a kuka? Hova lett a kuka? Kidobtam a kukát. Szerintem azt nem tudod. Elvel használod. Add vissza a kukát.
Azzal kinyitom. Oké. Okay. Mi volt az E? A megnyomás, használat. Most beadta ezt, hogy maradás. Maradás. Nem tudok kimenni. 8 millió forintunk. Teljesen jó. Ezeket is. Tisztítás, nyomd meg a kidobáshoz. Mi ez? Mozgatás. Mozgatás. Fél, valahol elrakom. Nem tudjuk hová. Nézd meg a leveleidet a laptopom. Mond. Nézd meg a leveleidet a laptopom. Jó. Kuka. Szia Kristóf, Deli. Halió. Szerintem nagyon jó lesz ez a három. Nem lehet megtenni. Nem enged még tabletezni. Hát akkor nyissuk ki. Jó, be van rendezve a kis viskó, a kis kunyhó. Nézzük meg a kis kunyhót. Hiszen miért nem mész be? Tisztítás nem elérhető. Megnézem, van-e itt hátul valami, mit lenne, rakat kutyaszar? Hát fű van ott, hát mi lenne? Hát... Előbb ettem tortát is, nagyon finom. Bármi lehet. Szülőnapja volt valakinek? Valakinek lehet, hogy volt. Na nézzük meg, welcome, welcome. Mindent kidobálok, várj, az nem biztos, hogy jó. Mindent ki kell dobni? Mindenre azt írja, hogy kidobás. Na jó, ehhez nem lesz felemeled. Hallod, emeljük. Jaj, mozgatni. Mi van alatta? Nézzük meg. Azt a mindenit. Hát figyelj, elég rendetlen voltam. Hát igen. Ezt el kell takarítani. Mi pedig mit tettünk ebédre? Nagyon sok mindent, vegyes tálat. A bolt nem elérhető, figyelj. Jó, de meséld el, hogy mit tettünk. Valami rántott tofut, vagy sült tofut. Nem. Akkor nem tudom. Tofu, nem engedi letenni. Nem is rostélyos csináltam le, jó. Várjál, egy sült tofut shift, csináltam. Shift-tel tudom forgatni, melyik a shift? Nem engedi forgatni. Várjál, bele kell rázódni a játékba, gyerekek. Nem tudod forgatni. Jó van, jó lesz az ott. Szőnyeg. Szóval sült tofut ettünk, főtt sült krumplival. Szőnyeg alatt semmi. És... Hallod? Úgy. Úristen. Én mindent elpakolni tudok, ez eddig nagyon szép meg takarítani jó. Takarítani kellene. Nincs elég hely, hogy eltedd. Igen, ma van a születésnapja a mongoftali bátoknak. Ó, tényleg, hát Isten éltesse, Jászmin! Mongoftaliba tagunk, barátunk! Mindenki küldjen egy szívecskét, boldog születésnapot, Isten éltesen sokáig, a lámpát is tudom mozgatni, bár nem nagy értelme van. Mindjárt rájövünk, hogy mit tartsd, mindent felemelek, én vagyok az izommannel Schwarzenegger. Leveri a Jägermeister. Na, ez mondjuk felre. De miért? El van törve. Nem látom. Ó, vámpír vagyok, more! Nincsen tükörképem. Vámpírok vagyunk. Edward, üdvözlet. És nem kalibrálták valahogy, hogy legyen tükörképem. Mm. Jó, akkor ezt kidobjuk. Nem tudom kidobni. Ez annyira szar, hogy nem tudom kidobni. Nincsen kukadob. Nincsen kukadob. WC. Tiszta, ja, az, dehogy tiszta. Tisztítás tiszta kosz. Na mindjárt leülünk. Egy feladatod volt. Ja, körbenéztem. Halló, 16-25 valós. Valós időt mutat. Az 2020. szeptember 28. hétfő. Nagyon jó. Ah, teljesen jó. Szia, Mufi. Szia, ott a laptop. A laptopot segítségével. Ezt a tetszésemet, két újra animált Andalúz. Na, tök jó. Tök jó. És mit csináltál a szülinapodon? És mit kaptál szülinapodra, és milyen tortát szeretsz? Mesélj, Liba. Én mindig nagyon furának tartottam a szülinapodon, és engedte... soha nem tudtam el mit kezdeni. A laptopot segíts, a munkákat fogadhatsz el, házakat vásárolhatsz, utazhatsz közöttünk. Még nem engedheted meg magadnak, hogy házat vár. Dehogy nem! De az első munkád már megérkezett e-mailen. Na mi az első munkám? Mutasd! Bejelentkezünk, feliratkozunk az anime szúrók először is a Mongusta Family-re. Várjál. Jó, de böngészünk. Házak. Igen, nem hiszem, hogy a YouTube-ot kell. Zurich Sandra az első kuncsaftunk. Ex-barátom ellopta a radiátorokat a házamból. Hát ha valakivel szakítatok, mongufták, vigyázzatok, elne ropják a radiátorokat. Tisztelt, tudom, Mufi, csak én még nem láttam, és még nem szeretném megbízni az ön cégét házam rendbetételével a face spam mon meg az osztott képek alapján tudom, hogy az exem betört a házamba, rendetlenséget csinált, és elvitte, fontos a rendetlenséget csinált. Előtte jó, elvett egy pizzát, ledobta a pizzás papírt, zsírral összekente a fődet, meg a plafont. Lehet, hogy ne értesítsék a rendőrséget, egyedül szeretném ezt elintézni a volt barátommal, miután visszatér a céges útjáról. Na Szandra, elfogadjuk a... Jézusom, mit csinált a barátod?
rendetlenséget megmondtak. És ellopta a radiátort. Igen. Szia, én a szokás szerint csak hallgatózok, még meló van. Ja, rendben. Á, értem. És kétszer is kaptál egy felmosót. Gratulálok. Hát ez gyönyörű szép. Feloldottál egy új eszközt. Mostantól használhatod a felmosót takarításhoz. Sajnos késik az ajándékom, karamella út. Az finom. Na. Hogy vagytok, Dév? Köszönjük szépen, köszönjük, nagyon jól vagyunk. Jókat beszélgettünk ma. Aha. Tisztítás, figyeld. Tisztítsuk le a welcome-ot. Halló! Halló! A való életben is ilyen jó tisztított, szerintem csak úgy megjegyzem. Szerintem én ma nem fogok ehhez a géphez oda kerülni. De nem, én hagyni akarlak téged. Miért? Mert én az lenne, hogy 5 órán keresztül ide nézd. Ja, nem mondanál semmit. Komolyan azt akarod, hogy én csináljam? Igen, mert én mert nem ezt beszéltük meg. Csinálnám. Hát jó. Jó van. Szia, Noémi. Majd akkor lesz, mikor... Jó is ság. Várjál már. Várjál már. Mivel? Miért nem takarít? Mert azt elteheted. Várjál. Kéz. Ezt elveszem. Oda. És ott és a kosz. És fel kell venni a koszokat. Istenem egyesébe. Szeremem, mert az életben hogy veszed fel a porszívóval! Koszokat? Mit? Például az ott egy flakon. Azt hogy porszívózott fel? Ezt mondd már nekem, hogy az üdítős flakont hogyan porszívózott fel. Nézd meg, nem tisztít. Na és mit kapsz ajándékba, Jászmin? Kiöntötte a sört. Ha tudod egyáltalán. Szóval nem tudom, nekem mindig ilyen fura érzésem volt a szülinapokkal, hogy valahogy így nem tudtam át. Bár az életben is amúgy így menne. Mert hogy az, elmondom neked, az életben is így megy, hogy takarítasz és tiszta hát lesz. Soha nem lesz ilyen gyorsan tiszta, ha én takarítok. Hát mert rosszul csinálom. Nyom, de mit csinálsz? Tartsd nyomva, és válts át erre, mozgatás. És hol a mozgatás? Az a kéz. Ó. Oh. De ne a konyha szekrényted, de életem. Ja, Istenem! Hanem a flakonokat mondjuk. De nem. Miért? Hát mert szerinted azoknak ott van a helyük? Nem. Mindennek ott van a helye, ahol én akarom, jó? Jó, persze, jó. Én is gondolkoztam a House Flipper-en, mert számomra nagyon kedves játék. Ú, hát ez nagyon jó, amúgy nekem nagyon tetszik. Én ezzel szerintem órákat tudnék játszani. Hát akkor majd lesz, amikor te játszol. Jó, hát meglátjuk. De majd cserélni. Mert az a baj, én azért nem lennék jó gamer, mert én unalmas vagyok, tehát hogy csak játszok és kész. Használás. Nem tudok semmit. Leültem. Na ez vagyok igen. Én amúgy. Hú, én most egy maszkot festek, amit papírból készítettem. Szia! És közben titeket hallgatlak. Na, tök jó. Szia, Almás Palacsinta, mi újság, milyen szia, napod Villő, volt? Szia, Villő, de jó, hogy látlak. Takarítsunk. Villő, te szeretsz takarítani? Gyere helyettem. Te kedvesen üdvözlősz valakit. Szóval én régen... Hát belettem fogva, az lenne a címe, takarítson, Dave. A szóval, nagy takarítás. Régen, amikor játszottam vele, 6-7 órán át toltam, órán át toltam, úgyhogy észre sem vettem, ennyi elment az idő. Az igen. Ezt a széket is nyit, felállítom. Gyűlölök, nem köszi. Jó. Akkor marad az, hogy nekem kell. Meglepődtem volna, hogyha azt mondod, hogy ez a hobbi, mondjuk nekem tényleg az a hobbi. Ez mi? Ez csak egy... Ez egy dobol. Kidobom! Én mindent nem mondták, hogy mit nem dobhatok ki. Találok tangabugyit, azt is kidobom. Szia, Clarissa! Vagyis Larissa! Várjál, ki kéne nyitni. Hát, addig átrakom ide, hát most. A tükör elé, vagy ajtó elé. Üres? Hát, ha van valamelyikben pénz. Semmi sincs. Hát, Dévet, ne bízzátok meg takarításra, mert átnézi a cuccait. Ó, mi a biblia? The secret... Na, tessék, ide rakom a könyvet, elbetűn. Tedd fel a izébe, ne, tedd fel oda, hogy hadd nézzük meg. És menj oda közelebb. Ez a max. A fiókot. Ez a max. Az titkok. The secrets. És ez ebben a vannak a női férfi titkok, drága mongúftáim. Mik azok a női férfi titkok? 23 évet éltem, és nem tudom, hogy mit jelent. Hogy a nők is pukiznak. Az ősi titok. Hát ez hatalmas nagy titok igazából. És hogy a férfiak is sírnak, ez a két legnagyobb titok. Van olyan ember, aki amúgy ebben még hisz, hogy a nők nem pukiznak, a férfiak meg nem sírnak. Szerintem van. Mondjátok erre, hogy találkoztatok, mert olyan emberrel... Én találkoztam. Életem, szimetria, ragdarébb azt a gyertyát, mert ki melyiket? Hát szerintem melyik nem, hogy nem szimetrikus most ez? Na. De erre voltam kíváncsi. Na, azt leesnek. Hát azt hittem, hogy elviszi azzal együtt. Ne, igen, mi is fingunk ám. Így van, tehát tényleg.
Ennyi. És Módis Gabrielától azt is megtudtattuk, hogy mindenki kakír. Igen. Köszönjük. Dév, akkor ne nyisd ki. Ki tudja, mi van benne. Ez az. Jó. Várjál, tudom függőlegesen a könyvet? Szia, Melinda Windfish. Q betű. Azt figyeld, neki támasztom. Na. Gyönyörűség is. De szerelmem, nem arról mondtam, hogy tedd egymás mellé a gyertyákat, hanem tedd középre. De már megint ezt veszem el, várjál. A vázát tedd középre. Igen, a csontvázát. Igen. Igen. Eldőlt a könyv. Hátra középre. Hátra. És középre. Úgy. És a két gyertyát pedig a... Két gyertyát pedig a szélére. Látod, hogy ez most szimmetrikus? És most hogy megyek ide? Így. Láttad, hogy az most szimmetrikus? Igen, van? Aránylag jó. Ja, milyen szép. Dave meglop. Itt rend van. Opa. Most érkezem. Ha tanulnak a bugyit találok, akkor azt is kidobom. Dave, nagyon üdvözletem. Nagy felfedezés. Mostantól egy tablet is rendelkezésre áll, nyom meg a shift gombot, elővedd, eltedd, vásárolhatsz vele munkák teljesítését. Reméljük, hogy ezt nem valakinek a fiókjában találtuk. A tabletet? A tabletet, amit most használni akarok. 101 ezer forintot Szia, fizetnek a takarításért. Ott írja. Szia, Riding Friends, SSO! Még a radiátort meg kell szerelnem. Itt a radiátor. Almás Palcsinta írja, hogy képzeljétek, ugye Michelinban kötelező a maszk használat. Szerintem mindenhol kötelező egyébként. És a szünetben egy lányon nem volt maszk, de nála volt, és az igazgató jött ki, és instant igazgatói beírás. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jogos. Helyes. Nagyon helyes, ez most nem egy tréfa dolog, ez most nem az, hogy mit engednek meg az vásárolni kell radiátor. Hanem ez az, hogy... Hű, de drága! Szerelmem, ez még egy olcsó radiátor. Vettél a radiátort? Nem. Tessék, figyeld! Na, szóval ez a lényeg, hogy ez most, most, hogyha ő esetleg koronavírusos, és mondjuk valamit összetüsszent, vagy összeköhög a... Jaj, össze kell szerelnem! Az osztályteremben valaki oda nyúl hozzá, és mondjuk utána a mosdóban, mit tudom én, megvakarja az orrát, vagy megpiszkálja a fogát, vagy valami, elkapja simán, akkor az a lány lesz felelős. Odas! Viszont ezeket itt nem tudják, hogy beszarsz. Kivonható felelősségre, ezért kell az, hogy mindenki... Tudok szerelni! Úgyhogy igen. De nem tudom elmondani rendesen, mert... Készen van! Mert Dave üvöltezik közben, úgyhogy... Hát mert örülök, hogy szerelő lettem. Nagyon jó. Bocsi, kicsit késői válaszért, csak eddig akadoztatok nagyon, ezért alig értettem be, hogy igazából annyira sok minden nincs. Várom a hétvégét, mert péntek szombaton is mehetek lovazni. No, de jó. Jó. Vedd elő és válasz ki, hogy milyen képességet jön, szeretnél. Jön ki a profilképen. Hallod, én repülni szeretnék. És az hogy segítene neked, hogy jobb ingatlanos legyen? Hát ha rossz munkát végzek, elrepülök. Mint Mary Poppins. Ne, hát ő nem akkor repült, amikor amikor már jó volt minden. Na, fejlesztünk. Ez nem így. Hogy fejlesztek, mit írt? Dév, arról volt szó, hogy takarít, az nem arról, hogy átrendezed neki a lakást. Ja, várjál, figyelj, új képesség feloldása, 75 kosz. Fill. Ale kosz. Szerintem, hogy megszámolnám, hogy utána mennyit kosztok, hogy tudtad a kosz, szerintem nincs olyan szám. Askosz, maszkosz. Villő, mondd valamit, Dév lakberendező, nem takarító. És tényleg, igazad van, Villő, valamit elrontottak bennem nagyon. Oké, okay, írom a házit, és csak ennyit hallok, hogy Módis Gabrielről megtudtuk, hogy mindenki kaki. Hát neki vannak kakis videói, már nem új kakis videói, hanem kakis igen, könyves videó. Mondj, hogy most hígat is jöttögetni, na, képesség, babám, együtt fejlesztük a képességeim. Mi az, amire szükségem van még? Éles látás, néhány kosz... Ne üvölts, cicem, mert halláskáros. Bocsássatok meg. Mi a jobb? Figyelj, figyelj. Éles látás, néhány kosz látszik. Gyors kezek, az nekem megvan, 25%-kal gyorsabb legyen, vagy jó felmosó. Ez, inkább jó felmosó. Miért nem fontosabb, hogy gyors nem. legyek, és az, hogy jól lássak? Nem. Jó. Jana eldöntötte, jó felmosók leszünk. Dave, oros, beszorsz. Köszönjük. Mindent kidobok, minek ide ennyi usalmiság. Nem kötelező a maszk. Érdekes, én eddig mindenkit, akit kérdeztem, ott kötelező. Én is House Flipper ezek. Na, és te mennyire vagy már próbálni? Sziasztok! Nagyon szia. Sajna most csak be tudok nézni, szóval meg lájkolni, tehát tanulnom kéne, meg úszás. Ezt le kéne tisztítanom. Szóval, ja. Ú, jó úszás, én annyira szeretek gyerekek. Aztam, nézd meg milyen fakefénk lett! Ez egy partfish. Ilyen faparfist. Fish. Fish, mint a hal. Nem fish, tudom, fish, Mr. Fish. Eredetleg partfish.
Amúgy meg partvisnak mondják nagyon sok ilyen. Minek mondjuk? Partvis, partfis vagy fisfis? Gyerekek, nálatok seprű, partvis vagy partfis? Milyen seprű? Söprű? Nem, seprű. Söprű! 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 Vagy seprő. Söprű! Sipri! Sipri! Az a legjobb. Söprű! Jó, gyerekek, jó live lesz. Söprú! Söprú! Hoztátok a söprú! Söprú! Meg a lupút! Söprú! Meg a lupút! Lupút! Söprú meg a lupút! Kedvencünk! Kedvencünk! Nézd meg, nem tart itt semmit. Hol vannak a csótányok? Sajnos remélem, hamar meggyógyult, tényleg jobbulás nehéz, nem azért vagyok. Na. Tényleg jobbulás neki. Jobbulást. Nálunk is kötelező maszk, de csak a folyosó. Csukd már be! Ennek így értelme, utána meg akad, ezt el kell adni. Tettem. Hát ez tényleg butaság amúgy. Szia, Angelina. Nézd meg, akad. Cage. Most csukd be. Szara izéje. Igen, hát meg kell javítani. Cica. Van javítás. Ebben azt a sűbrűt. Nincsen javítás, csak szia, Réka, Bodás. Majd később megjavítom. Partfish. Téved. Na mit szavaztak? Téved. Szerintem amúgy aránylag... aránylag tök szép. Ezt a üvegrészét is elvittem, nem csak a riácsóság, ilyen partfish. Ah, jó, ezt a játékot ismerem. Én is játszom ezzel a játékkal. Na, részhal, igen, partfish. Süprű! Azért. De durva, partfish az a részhal, igen. Ezek valamit tud hiszik. Hazudik a játék! Ellen, csak nekem nem szóltak, hogy még a streamerekre is kéne vigyázni. Neee! Hazudik! Azt mondja 77%-ig van rend. Szerintem ez 100%-os rend. Tényleg? És ne. Akkor mondd meg, hogy mit keres a szekrény előtt a lábtörlő. Hát az lényegtelen. Várjál, hogy takarít, ezt elkiáll, ott egy kis folt. Hát de most azt... Figyelj, legkisebb folt eltakarására a legkönnyebb módszer. Ne már! Így. Forgasd el, szerelmem. De várjál. Nem az ajtót. Ezt el kell innen tenni. Hogy forgatod? Shift. Hát rohadtul nem történik semmi. Hey! Melyikkel forgatunk, aki járt... Most kijössz a rendszerből, igen. Nem azt akartam. Melyikkel forgatunk? Verje, mi portfishnak hívjuk. Mi? Megvan! Ez egérnek a görgője. Az igen. Na. De utána, amikor valaki úgy mondja, hogy cop. Igen. És most várjál, most összezavarodtam. Mit? Cicám. Itt a tolerend lesz. Igen, össze kell takarítani. Azt. De nem csinál semmit. Dehogy nem, hát mert a koszra kellene menni. Oda. Oh. Nézd meg, semmi. Én nyomom, semmi. Megnézhetem? Hát nem csinálja. Ez nem csicskul be. Mondom, hogy nem. Ott csak váltani tudod az eszközt. Oda majd kell nekünk subickolni valami izé. Ott van, milyen rendetlenség hogy van a WC körül. Ja, megvan. Oda szartak. Jó. Köszönöm, kész, hogyha, kész. Hogyha valahova oda kakkantasz véletlenül, akkor csak törölt fel seprűvel. Nem jó tanács, nagyon. Legjobb, best. Azt csak tedd le, és kész vagyunk. De szerelmem, akkor hogy nyitják ki ezek a csóri emberek, akik itt laknak? Persze, hogy beleütnek, nem? Csak tedd le. Mindjárt. Köszönöm, megyek tovább. Na, 210 000 kapunk, érte? Úgy gondolom a munka kész, Dave büszke magára. Seprűnek hívjuk, az igen. Becsukom az a kertben nem voltunk, de hát a kert... Figyelj, van nála a kertben rendetlenség? És folytos számít, igen, tényleg. Igen, hát csak nem... Figyelj, tök szép rend van, ajtók tárva nyitva. Szerintem azt a... Izé, dormetet, tedd már a helyre. A welcome-t. Igen. Welcome. Így. Igen. Mondjuk, hogy jó. Úgy. Tökéletes. Így. És akkor kész egyel vagyunk. Egyel picit arrébb tett. Balra. Figyelj, de egyel picit arrébb. Igen. Na, most 100%-os? Igen. Akkor kész. Szia, Nia! De rég láttalak téged. 100%-át teljesítetted. Föl is vitte, nem 100 000, 210 000 kapunk. Teljesen jó. Mondjuk én ezért biztos nem fizetnék neked. Hát köz, szükségem van a helyre, ahol tartottam. Mondjuk lehet, hogy el kéne kezdenem, mert amúgy nem csinálod meg. Látod? Majd magunknál is rendet rakunk.
oké, okay, miért van egy ilyen poszter? Nyom meg a kidobást. Én néztem egy csetet, amikor visszanéztem, azt hittem, hogy a plafonon takarítasz. Ja, dehogy. Figyelj, magunknál is rendet rakunk. Amíg Dave a takarító nőt játszol, én a Hello Neighbor 2-zök. Na, én tök azt jó. Soha többé nem fogom játszani. Soha. Pedig egyszer végig játszok. Soha. Akkor valaki mással kell, mert én nem fogom. Na, viszont. Akkor kit ajánlatok, ki jöjjön át hozzám játszani? Viccelek csak, senkivel nem játszanék Hello Neighbort, mert én csak nem szeretek nevetni. Nem akarod megjavítani a... Még nem tudok javítani, még csak kidobni tudok. Szia, Horga! Kidobom ezt a csúnya nagyon izét. Nagyon szép a házatok, köszönjük szépen! Ja, nem, csak eltenni tudom. Miért nem tudod kidobni? Még egyelőre nem. Úgy. Best. De nem engedi. Csak a falra lehet rakni. De jó. Nem, ez az örök emlék. Akármiről. Okay. Figyelj, itt is mindjárt rendet rakunk. Nem, itt is még csak nem felemelni tudok. Csodálatos. Mindjárt elvállalok én munkákat, figyelj, megyek faragni, fúrni, rá csapok én az asztalra. Ja, amúgy képzeljétek el, új telefonom van. Dave régi ilyen, és össze van törve. De amúgy tök jó. Villő emlékszik, hogy mikor tört össze. Mostantól szerintem szegénynek egész életemben emlegetett. Altatás, valakit elaltatunk. A számítógépre. Na figyeld. Radiátor. Ó, kettő is jött. Nézd meg, sorra mennek mindenki a radiátorok. Nem tudom, ezek az extek nagyon ráhajtották. Hú, de kemény! Csak akkor fizetek, ha teljesen elégedett leszek a munkájával. Közeleg a tél. A telek itt mindig kemények. Azt hittem a telek, ahol laksz. Nálam meg nincsenek radiátorok. Szerelje fel! Elfogadjuk, na menjünk radiátort szerelni. Amúgy érdemes mindent, szia SSO Harga, érdemes mindent megcsinálni? Minden kis ilyen kis csicska küldít, vagy nem? Hekkel meg a gépet ebben a szobában. Miért? Én csak a farat hekkel tudod rakni, én Hello Darkness. Várjál, csak radiátort kell szerelni. Itt a radiátor, ja, meg kell szerelni. Meg kell szerelni, előbb már megcsináltál. De meggyen. Hogy csináltam? De semmit nem tettem oda, alapból rátettem a radiátort, és akkor engedte a szerelés. Én nem tudok szerelni. Alul, nézd meg. Nem enged ráklikkelni. Ez így baj lesz. Nem hiszem, hogy a semmi. Nincsen másom ott, azért nincs tudtam. Az ablakban valami? Semmi. Az asztalon, semmi. Akárhol, nem találsz egy csapot? Nézd meg, hát nem olyan csapot szerelmem. Nem ja. Arra gondoltam. Hanem de olyan nem lehet. Tekerős. Megnézem. Nem, itt is már be van szerelve mindenhol. Nincsen még hozzá eszközöm, akkor ezt el kell utasítanom. Nincsenek eszközeim hozzá. Uh-huh. Ilyen lehet, hogy nincs eszközöm és nem tudom megcsinálni. Szia, cápa, cica! Nem mondom el a nevemet, most jöttem haza a súlyból, majd visszanézem. Rendben van. Rendben. Ó, ide kell egy, aha. Akkor ez lesz az. Vásárolhatsz és szerelhetsz radiátort. Akkor ezt meg tudom csinálni, ezt a részt, figyeld. Igen, bolt, radiátor, ez a legolcsóbb, nem kell neked high-tech technika, elég ez a szar. De oda tedd, ahol már vannak a cuccok. És itt az elve, összeszerelem. Sít, súgy, pitty, puty. Sít, súgy, pitty, puty. Itt is. Első házak, de nem lehet olyan, mert csak partvis fogod használni, és képződött a takarításhoz. Áááá, értem, akkor ebbe is fejlődni kell. Köszi az infót. Új képességpontot kaptál. Mutasd. Na, mire tudjuk használni? Burkoló. Burkoló. Szerelő. 20%-kal gyorsabb. 20%-kal glettelni. Azt sem tudod túl glettelni. Egyszerre 3 csempe. Ez lehet, hogy hasznos lesz később. Legyen a csempészés. Csempészünk. Nem csempészés, hanem csempézés. Csempészünk. 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 Nincsen pénzünk! Nincsen pénzünk! Küldjél szupercsetet, szupermatricát és legyél tag, nincsen pénzünk! Nincsen pénzünk. Igen. De viccelünk csak. De hogy te is. És most minek? Elloptam! Vásárolhatsz mostot. Ez játék is mostot. Steamen van. Igen, igen, Steamen. Akkor mennyibe kerül? Mi akciósan vettük 5005 év vagy 5006 év, de amúgy azt hiszem 5009 vagy 6002 maximum. És alapból van benne egy kieg. Mosdót kell venni. Na várjál, mosdó. Mosdó holnap ré. Na. Mondjuk, nézd, mondjuk, hogyha a fürdőszoba van. De így is lehet. Tessék. Jó, csak mondom. Kakiló budi. De várjál, nincsen alatt a WC. Ja, ez nem mosdó, ez most csak. És most vettétek meg, még, tehát még akciós? Pont lejárt, tehát megvettük, és már utána egy órával nem volt akciós, de sokszor beakciózzák. Uh-huh.
Sziasztok, először, amikor megláttam az indexképet, azt hittem vettetek-e valóságban magatoknak egy házat. Ahhoz még el kell érni egy pár feliratkozót. Ez én voltam, és úgy gondoltam, hogy ennyi clickbaitet megengedek magamnak, mert figyeld, utána úgyis tök jó lesz a live, és élvezni. Nyomom. Így néz ki belülről. Sajnálom, az igen drága. Igen, ilyen drága. Hát igen, de amúgy nagyon jó szórakozás, szóval. Hoppá, figyeld. Megtanulom, én életben is aktiválom majd ezeket a skilleket. Aha. El ne higgyétek. Cicapók, biztos, hogy nem. Figyelj, mindjárt megjered a víz. Csepereg az eső. Na, most hagyd abba, kérlek szépen. Lefolyik az arcodon, a régi barátom, veletek vagyok. Na, mire való ez a része? Hát dugó. Hát, hogy ne folyjon ki a dzsúval, amikor kezet mosol. Meg a víz se. Na, de mire való ez a része, amit most ráteszem? Hogy kimenjen a házból a koszos víz. Igen, de amit előbb rátettél, alul az az U alakú. Hogy összetartsa. Nem, hát ott, tudod, mikor a konyhában eldugult a mosogató, azt csavartam le. Ó, emlékszem. És alátettem egy vödröt. De várj, ezt kérte egyáltalán, hogy megcsináljam? Neki csak a törölköző szárító. Ja, az is kell. Törölköző szárító radiátor. Tudod, az a csöves. Csöves. Ami anyudnál is van. Jó van. Tudod, hogy ilyen cső és radiátor. Hát jó van, törölköző. Szárító radiátor. Milyen jó, hogy magyar. Mikor meglátod, mit ez. Jaj, itt már tudom, már nem tudtam, milyen csöves. Mert te mit hittél? Azt hittad, hogy ez csak egy sima törölköző tartó? Miért tudtam én, minek van? Szerintem meg sem láttad, hogy van olyan. Figyelj. Szia, Ebi! Mizuka! Szia! Apa néha csepereg az esőt énekli, mikor visszahoz a suliból, és én csak röhögök. Én mindig is szerettem volna egy törölköző szárító radiátor, de addig maradnak, igen, de addig maradnak a székek és a szekrényem. Na, majd ide is egyszer felszerelünk egy ilyet. Radiátor. Hát az nem ilyen egyszerű szerelme. Nem csak 6 klik. Nem. Szomorú. Teljesen kész. De én lassan szerelő lesz belőled. Munka befejezve. Munka 75%-át, akkor várjál, mit nem csináltam. Mondjuk valahol lehet, hogy valami kimaradt. Ajtót csukjuk már be, bejönnek a kutyák. Milyen kutyák? Ó, figyeld, radiátor, de van, kell, hobó. Ja, itt a radigadi, okay, gadirátor. Kistérkép, vagy kistérkép, ahogy Mufi leírta. Kistérkép, nem, kistérkép. Így jött. Ja, na igazad van, pénteken az igazgató 11 gyereknek írt be igazgatóit, és az igazgató a szülők írtak az igazgatók, hogy nem kellene leírni, és szülők vannak felháborodva, inkább a gyerekre kéne szólni. Hát igen, de amúgy ezt soha hát nem igen értettem, hogy a szülők most miért háborognak, meg mit tudom én. Hát gondolom tudatában voltak azzal, hogy hordani kell. Új készség. Tehát, hogy gondolom tudatában voltak, de nem, cica. Eddig nem is burkoltunk, akkor gyorsítsuk a szerelést. Jó van. Ha jól tudom, a bal felül a kis térképen jelzi pirosan, hogy hova kell még. És eddig ezt nem is néztük, Dave, tényleg. Dave, ilyen gazdag vagy már a játékban, hogyha ki lehetne vártani az igazi pénzbe, akkor visszakapnád az árat. Hát az biztos. Hát egy kicsikét visszakapne. Na, minden szia, kész. Szia, Lili! Figyelj, ott zöld. Meséljétek, gyerekek, tényleg. Tényleg, milyen volt a napotok is? El is felejtettem, majd néztem, hogy mondom, ez az üzlet nem szokott nyitva lenni. De hétfő van. Hétvégén, és így rájtettem. Azt nem kész. Hétfő. Igen. És olyan fura, hogy nem dolgozok, nagyon szürreális. A házamban minden tiszta kell, hogy legyen, töltött be. Uh-huh. Figyeld. Saját képek és fényképek. Észrevetted, hogy a tablet galéria fülén kiválaszthatsz képet plakátként, képként használtad a falon. Használtad a kamera fület, és ha a játékból szeretnél képet menteni. What the fuck? Nem értem. Mit tudok én kifotózni? A tabletből kiveszek képet? Jó volt a napom. Jól na, értettem? Minden, oké, okay, kaptam egy új tarot, Samsung Galaxy J7 egész. Ó, már három e-mailünk van. Meg Xiaomi Redmi Note 10 Lite-ot vett. Olyan van Dave-nek is. Nem? Uh-huh. Szavazzanak most ti! Málna színű falak legyenek. Józana mondok. Rend a garázsban, Kovács Karolina, vagy Molnár Máté felkészülés egy új családtag fogadására. Szavazzatok meg, hogy a háromból melyiket vegyem most fel. Másfél hete itthon vagyok karanténban, de már vasárnap szabadulok. Az igen. 1-2-3, írjátok, 1-2-3. Ne fordíts, kérlek, cica. Annyira hangos, hogy megnézem közben, van-e Insta megosztás, hogy megy a live addig.
Ha még nem tettétek, osszátok meg Instagram sztoriba, hogy megy a live. Én meg szomorú vagyok, sajna, de ez van, mert mi a baj, mesélj nyugodtan. Senki se osztotta meg, hát gyerekek, osszátok meg! Márna színű falak, hogy új családtag. Melyik vezet? 3-3-2-3. Melyikből lesz a legtöbb? 3. Hát eddig a 3-ból van. Oké, akkor új családtag. Legtöbb. Üdv, ezt olvasd fel te. Gyönyörű feleségem, ezt olvasd fel te. Gyönyörű feleségem, végre teherbe esett. Meg... Ezt így szerintem... Most azt se tudjuk, hogy mihez fogjunk hozzá. Hát persze, nagyon boldogok vagyunk, smiley. Nekem fogalmam sincs, hogy mit kéne ilyenkor csinálni. Rengeteg dolgot el kéne intézni, mire megérkezik a kis hercegnőm. Már a 100%-ra tudjuk, hogy a kislányról van szó. Vettünk egy nagyon aranyos kis házikót hármunknak. Hármunknak. Sajnos alaposan ki kell takarítani, és ki kell alakítani a gyerekszobát. Hát, számítok rá, hogy rád bízhatom a munkát. Kérlek szépen, készítsd el a gyerekszobát, szükség van kiságyra, pelenkázóra, talán valami játékra is. Ezt rád bízom, és feltétlenül fess rózsaszínre a falat a kis hercegnőmnek. Előre is köszönöm, Molnár Máté, hamarosan boldog apuka. De cuki ez a levél, hát én behalok. Hát elfogadjuk, figyeld! Cicám! Ne óvulj rád! Elfogadom! Ó, kaptál egy festőhengert. Ó, ez nekem is jó lenne. Mostantól festheted a falakat festőhengerrel. Ja, amúgy gyerekek! Most nem mutatjuk körbe, mert nem mozdítjuk meg a kamerát. Miért? Tehát utána visszatesszük. Kihúzódhat meg minden. Nem. Majd Instagramon megmutatod, videóhoz fel és tedd ki Insta sztoriba. Nem mozgatható a számítógépes cucc. Az a lényeg, hogy Jana elkezdte a falat fehérre festeni, de még negyede van kész. De ezt nem tudjuk megmutatni, mert nem a mögöttem levő falat kezdte. Hát az van, hogy egyedül maradtam anyával itthon, anya szomorú, én meg nem tudom mit csinálni, és ez a tehetetlen érzés, komolyan már sírok lassan. Hát, Fanni, igazából átérzem, hogy mit mondasz, mert itt nagyon is, szép rend kell, meg kis baba jön. Kérlek szépen. Szóval, nekem is nagyon sokszor volt, hogy mikor én gyerek voltam, akkor nekem a szüleim, hát kb. Mindig anyagi problémákkal küzdöttek, mert nem volt munka lehetőség ott, ahol laktunk. És... nagyon nagy gondjaik voltam, mert minden is tök csomószor volt, hogy a szüleim nagyon idegesek voltak, vagy szomorúak voltak, vagy minden. És ilyenkor azt tudunk legjobban tenni gyerekként, tehát hogy én visszanézve így azt tudom mondani, hogy meg így akkor is az volt legjobb, hogyha segítek nekik abban, hogy ami rám tartozik, ami az én felelősségem, például, hogyha mondjuk a te dolgod, hogy kividd a szemetet, vagy mondjuk elragít az elmosott edényeket, vagy ilyesmit, azt megcsinálod kérés nélkül, és próbálsz... Mindjárt én is beszélek, csak ilyen éppen olyan válaszol. Olyan jó lenni, amilyen addig érde Lili, tudsz, milyen napod hogy volt. Hogy azzal is kevesebb aggódni vadójuk legyen a szülőknek. És köszönöm, hogy 40-en itt vagyunk, hogyha egyetértetek azzal, amit Jana mond, és tetszik a live, dobjatok egy lájkot, illetve Instagramon, sztoriba tegyétek ki, ezt most az elején nem mondtuk, és elfelejtettétek kitenni, semmi baj, de hogyha van kedvetek, tegyétek ki, hogy minél több mongufta az eljusson, hogy megy a live, de hála az égnek azért most a YouTube soknak küldött értesítőt, de elsősorban azért szoktuk kérni, mert sokszor nem megy értesítő. De hogy szemét. Tényleg, és hogy... Meg hogy próbálja neki, ott, tudom, hogy nagyon nehéz, de próbálja ott lenni neki támogatásnak, mert akármennyire is elfelejtjük ezt nagyon sokszor gyerekként, a szüleink is csak emberek, tehát hogy ők is ugyanúgy problémákkal küzdenek, mint mi. Úgy, nagyobb hatótáv, az kell tényleg. Nekem. Hiper, szuper felmosó. Nekem az 2018. Kell. Várj, itt is van, mit fejezünk? Gyorsabb munkák, növelt árajánlat, magasabb fizetség. Mesélj, Lili, mi volt a szaranapot? Adjál ma nejt. Minek neked nej? Már van egy. Jó, ez a szoba szerintem jól néz ki. Viszont a többi... Jó, én sírok a barátnőmnek, a kedvenc lovassa is egyben egy jó barátja, ma leesett a lóra és meghalt, 14 éves volt. Ó, szegény. Hát nagyon sajnálom. Igen, és részt vett a családnak. Ez az, amit nagyon sokan nem fognak fel, amikor belevágnak, hogy a lovaglás. Meg a lovas, akármilyen lovassport, rohadt veszélyes. Tehát, hogy tényleg, igen. Belegondolsz, egy
3-4-szer akkora, sőt, hogy attól függ, hogy mekkora vagy, de 3-4-szer olyan nehéz állat hátára ülsz rá, tök magasra, és különböző dolgokat hajtasz végre rajta, szóval ez eleve már nagyon-nagyon veszélyes. Azon gondolkozok, hogy ez kicsi lenne a gyerekszobának, bár nem biztos. Majd kiderül, melyik lesz a gyerekszoba. Mi holnap írunk matek és angol dogát, szerdán matek és töri dogát, jövő hét szerdán pedig természetet. Kitartást és jó tanulást. Beágyazás, na ezt szia, utálom. Bea! Ha már házi munkák, kinek mi a kedvenc, vagy mi az utált házi munkája? Mi az először, azt írjátok meg, mi az, amit mindig megcsináltok szívesen. Ne, kérlek. Jó, és mi az, amit nem? Én például beágyazni utálok. De így fáj a fülem. De akkor pedig ne ordíts, mindig egy ilyen halkabban beszélni jó. Én amikor anya valami olyat mond, amiben szerintem nincs igaza, nyi. Ez nagyon rossz szokás. Igen, ez nem jó hozzáállás. Ezt csak azért mondom, mert hogy értsétek, a szüleitek általában azért dolgoznak, és azon fáradoznak, hogy nektek a legjobb legyen. Na és hogyha valakiért te fáradozol, és azon vagy, hogy a legjobb legyen, akkor utána itt is azért főtakarítunk. Ez a válaszol el, érted annak, akit az egyik legjobban szeretsz, akkor akkor ez így. Szóval, értitek? Tehát, hogy ez eléggé tiszteletlen. Igen. Ez itt kimegy. Hát figyelj, ez a szülők szobája. Ez a szülők szobája. Ahhoz közel kell lenni a gyereknek, szerintem, nem? Tehát, hogy... Ja, ez a fürdő. Tegnap megismertem egy lányt, nagyon megszerettem, aztán este jött egy hír, autóban esetet szenvedett. Nagyon sajnál. Sajnáljuk. És mi lett vele, vagy mi történt? Nekem van az, hogy nincs idő beágyazni, amúgy anya mindig anyu helyett főzök, mosok, megtakarítok itthon. Nagyon kedves tőle. Ja, meg azért is vagyok ilyen szomorú, mert mamám rákos, és az sem biztos, hogy megéri a karácsonyt. Pont ő az a mamám, akivel mindig együtt voltam, és most el fogom beszélni. Hát kitartás, sajnos ez az életrendje, bármennyire nehéz. Azt tudom mondani, hogy örülj neki, és becsüld meg azt. Másik utált munkám, amit Jana viszont imád. Amilyen gépezetem van. De ilyen szóval, fúró hangja van. Annyit tudok erre mondani, hogy amikor az ember gyászol, akkor jó arra koncentrálni inkább, hogy visszaemlékezünk azokra a napokra, amikor még együtt voltunk, és hogy milyen jó volt a közös emlékekre visszaemlékezni. És másik pedig az, hogy én úgy nőttem fel, hogy egyetlen nagyszülőm sem volt. És létjárás azért, hogy egyáltalán megadódott neked az, hogy legyen nagyszülőd. Úgyhogy festékbe kell márni. Szóval festék? Hát nem tudom. Szóval tényleg. Vennem kell festéket? Szívesen szoktam leszedni a ruhákat a szárítóról, és összehajdogatni őket, azt én is nagyon-nagyon szeretem. Ja, itt van. Szia Lilla! Nem érte túl. Hát nagyon-nagyon sajnálom. Ablaktisztítás még lesz a feladat. Tényleg részvétem. Akkor ezt meg kell venni. Olyan volt, mint a felmosóval csaptad volna be az ajtót. Hát nem. Figyeld. Henger! Nagyon sajnálom Lilla. Hallod. Hát kitartást nektek. Teljesen jó vagyok. Hé. Hey. Elfogy. Tehát, hogyha nem már látom, akkor igen. Akkor elfogy. Akkor majd több festéket kell vennem. Hát igen, ez lassú folyamat. Igen. Ma tesi futás felmérés volt, és 4-es kaptam. Na, tök ügyes vagy, de a tesi óra végére annyira kifulladtam, hogy majd így is szép. Mint a minyon, vagy izé. Mint a miénk. Nem azt akartam, az is, de azt akartam mondani, mint a Fall Guys-ba a karaktereknek, amikor két színe van. Az egészet pinkre kérte az apuka? Szerintem úgy konkrétan depressziós leszek, amikor meghal az egyetlen nagymám, semmi rossz indulat. Figyelj, előre nem tudod, hogy fogsz reagálni, másik pedig tényleg, amit mondtam, hogy örülni kell, hogyha valaki tényleg elmegy, akkor örülni kell annak az időnek, amit együtt megadatott, mert tényleg például
van, aki mondjuk soha nem ismerheti a szüleit, vagy soha nem ismerheti a nagymamáját. Ez is de szép. Soha nem ismertem őket, úgyhogy igen. Nagyon sajnálom, Júlia. Nektek hogy telt a napotok? Nekünk nagyon jó, köszönjük telt. Szépen. Nekem főztem egy jót. Én meg ettem egy jót. Mindenki, ami azért. Hát igen, ezt lehet majd gyorsítani a munkafolyamatot, mert ez így nagyon lassú. De nem lassú. Nem tudom, a konyhafőnökbe ki az, aki követte a konyhafőnök után, hogy hívják a Tamást, mutattak be most babaszobát. A... Szia, milyen Tamás? Szia, Krisz! Valami V betűs. Nem tudom. Meg az iskolában is rám szálltak szekálni, szóval most bal szerencsért, abban bízok, hogy 2021 az már jó lesz. Hát reménykedjünk. Figyelj! Visván, nem visván. Al. Igen. Azt hiszem az. Igen. Na, de szép lesz. De mondjuk azt a falat is ki kell. Tudom, mindent ki kell, csak hosszú is ki kell. Azt nem mondta. Viszont, hogyha nem húzom végig ugyanannyi, szóval akkor nem lesz ugyanolyan színű. Igen. Igazából inkább lakberendezők vagyunk, mint házépítők. Szóval Fanni, hát igazából azt tudom ajánlani neked, hogyha velem ilyen szokott történni, hogy azt érzem, hogy így semmi nem sikerül, és hogy minden rossz felé megy, akkor tényleg csak azt tudom mondani, hogy szerintem imádkozz érte, mert tényleg tudnak úgymond olyan dolgok is történni, amiket az ember nem hinne, hogyha meg se próbálja, úgyhogy... Ebből tuti még festékvásárlás lesz. Aha, kifogyott a festékem. Bízni kell. Képzeljétek, van 3,60 euróm Steamen, és az Among Us 3,99 euró. Az rip. De és nem tudod, hogy kipótolod? Vagy... Több vásárlásánál olcsóbb? Vagy hát egyszerre egyet vegyünk. Amúgy az a baj, hogy ha lenne minden nap szlovákom, akkor az lenne a kedvenc napom. Ha nem lenne minden nap szlovákom, akkor az lenne a kedvenc napom. Az még nem jó. Mert nem szeretted a szlovákot, vagy nyelvet tanulni, nem szeretsz. Ilyenkor ezek a kis részek is kellene? Persze. Nem, tehát úgy hagyom. Hát én úgy hagynám, azért kérdeztem. Valaki chatről nem lenne olyan kedves lenne tőlem Steamen egy Chigo-skint, vagy egy valamilyen cuccot, csak egy ötlet. Sajnos ezt nem tudjuk pártolni, mármint hogy nem kérhetjük a másikat, hogy vásároljon. De hogyha valaki esetleg akar, valaki akkor... tud segíteni, vagy szeretne, akkor hajrá. Akkor vegye fel veled a kapcsot. Amúgy érdeátok, úgy tekintek, jön, mint igaz barátokra, nagyon szeretem. Ó, köszönjük de édes szépen. Vagy... Ez ki hát írta? Örülünk neki, Hanna írt, hogy... Hát örülünk, mert igazából igyekszünk. Hát amellett, hogy csak játszunk, azért igyekszünk tartalmat is közvetíteni, meg értéket adni nektek. Értéket, tartalmat mindig közvetíteni. Hát azt mindig, akár szart, akár jót. Szeretem csak a tanár bunkó. Hát, azt soha nem tudtam megérteni, hogy valaki, aki ja, ablaktisztítás. És hát a tanár is ember, persze. Amúgy föntről lefelé szoktunk ablakot, vagy hogy? Hát én úgy szoktam, hogy elfújjam az ecetet, és így aha. Tehát csak így felnőttem, de nem szoktam. Nekem hétfőn folyamatosan kapott iskolai piszkálódás értekezésnek ez két osztálytársam csinálja, de nem csak velem, hanem visszaszól, azt nem csinálja, ha nem csinálja. Az igen. Át tudom érezni, engem 7 éven keresztül szekáltak. Aztán még gimnáziumban is volt, lesz. Hogy... volt, hogy nem... Nem úgy álltak hozzám, ahogy én azt elvártam volna. Viszont... igazából tényleg ők is... Tehát, hogy lehet, hogy például azért bántanak téged, mert hogy ők is gyengék. Tehát, hogy lelkileg. Nagyon sokszor, az már világosabb, hogy ez. Észrevettem. Szóval, hogy nagyon sokszor van az, hogy azért bántják egymást az emberek, nem csak gyerekek, felnőttek is, mert hogy nem akarják, hogy ők a gyerek a leggyengébbek. Azt szerintem vedd el a szekrényt, és úgy tudod kifesteni. Mindjárt csak előtte tetejét. Szóval, hogy nagyon sokan csak azért bántják úgy a másikat, hogy ne ők legyenek a leggyengébbek, és ne őket kezdjék ki. Úgyhogy
lehet, hogy ez van, vagy lehet, hogy az egyik így van vele, a másik meg csak megy utána, mert nem akar egyedül lenni. Jó, várja, eltesszük addig a szekrényt. Sajnos. Jól van, jó tanulás, Tebi. Igen. És hogy tetszik nektek amúgy a Holeslipper? Szerintem ez tök jó arra, hogy tudunk mellette beszélgetni. Tehát, és közben meg látják azt is, hogy haladunk előre. Ez ilyen kis nyugis játék, tehát ez nem a megszokott rage-elős dévet hozza ki belőle. Meg mi rage-elni? Kifogy a festék! Igazából ebben a játékban mindegy, hogy törlöd le az ablaktól, hogy tényleg. Amúgy igen. Ma megírtam irodalomból, de semmi nem tudtam, egy hetet hiányoztam el, hogy az ötletes meleckét. Egyrészt később, másrészt nem voltam olyan jól, és nem tudtam tanulni se semmire. Figyelj! Nem tudom, hanyadikos vagy, de nem hiszem, hogy ez az irodalom egyes dönteni el az elkövetkezendő életedben a karrieredet. A jegyeid nem azon múlnak, hogy egy dolgozatra tanulsz-e, hanem hogy amúgy milyen rendszerességgel tanulsz, és milyen hatékonyan tanulsz. Tehát, hogy tanulhatsz órákon keresztül minden nap, hogyha semmit nem értesz meg belőle, elfogyott a festék. Látom. Szóval, hogyha nem értesz meg semmit belőle, egyet. Akkor hiába tanulsz órákon keresztül, akkor se fogod megérteni. Szóval, hogy próbáld meg megtalálni azt a... Hogy mondjam? Tehát, hogy próbáld meg azt a módszert megtanulni, majd megtalálni, amivel úgy érzed, hogy a... Kész, nem? Szerintem nem. Miért? Ablak. Ó, mi van vele? Ja, ott tényleg. És nézd meg, hogy a plafont nem tudod-e kifesteni esetleg. Nem. Jó. Mindenhol kész? Menj körbe. Másik ablaknál is lefestetted mind a kettőt. Másik ablak, cica. Ó. Köszönöm. Nagyon szívesen. Aha. Jó, most meg kellett készülni. Viszont ilyenkor maradék festéket el tudom tenni? Akkor eladom a maradék festéket. Ezt visszatesszük. Így. És akkor rendezzük be a kisbaba helyét. Na mondjad, Brábogi, kérhetsz tanácsot tőlünk? Persze, meghallgatunk, azért vagyunk itt. Addig egy pillanatra meg is állok, mert látom lett Insta megosztás. Köszönöm szépen. Ha még nem tettétek, kitegyétek ki. Tájra Cat Cloud volt az első, aki kitette, hogy megy a live. Köszönjük szépen. Illetve Antonia... Papi Dragon is megemlített minket. Dave Nyugodt játék, House Flipper, Dave Rage játék, Fall Guys és többi, igen. És amúgy tényleg. Szia Veronika, nagyon mencik kecó. Jó néz ki, alakul. Ez nagyon furán hangzik ez a szó. Fanny, vedd azt, hogy nálam fordít van az osztálytás, szóval ne az 25-ös, az 1-es, 4-es. Tényleg arra figyeljünk, igen. És majd írtunk magyar dogát, nem úgy értem hozzá, hogy 5-ös nem kaphatok, mert... ezeket kell elhelyezni. Valamit tudtam. Még egy ablak tisztítás nincs kész. Igen, olyanokról tanulunk, ami kb. Törihez van közés, ráadásul töri is a gyengeségem. Figyelj, nekem is nagyon sokáig nehezen ment töri, amíg rá nem jöttem arra, hogy én nem úgy tanulok, mint a többiek. Tehát, hogy nem ilyen klasszikus dolgokkal. Mert mindig... Amúgy van egy sejtésem, bocsánat, hogy félbeszakítalak, hogy szerintem az idő után időre fog menni, és gond lesz, hogyha nem leszünk időbe kész. Tehát ez beletetésnek szerintem jó, de hogy egy idő után szerintem időpontra fog menni. Na akkor rakjuk ki a cuccokat, figyeld. Milyen színű baba ágyat vegyünk ide? Fehéret. Ez jó. Fehér illik legjobb. Tiszta fehér? Fehér az jobban illik hozzá. Vagy ez? Vagy ez a fehér? Vagy ez a fehér? Ez. Fehér, igen. Így. Szóval igazából mindenkit úgy tanítok. Radiátorhoz közel rakjuk a babának, vagy messzebb? Tedd a másik falra, ne az ablak alá. Ide? Oda. Igen. El kell forgatni. Szóval, hogy mindenkit úgy tanítottak tanulni nálunk, hogy mikor mondták, hogy akkor ezt úgy kéne tanulni, oda a falhoz. Úgy. Teljes így. Igen. Úgyni. Szóval, hogy mindenkit úgy tanítottak tanulni, hogy vagyis hát ez volt a bevett szokás a mi iskolánkban, nem tudom, hogy nálatok hogyan volt. Ez könyves szekrény. Minek a babának könyves szekrény? Mondjuk baba olvasókönyveknek. És ugyanilyen színű legyen akkor?
legyen. Figyeld. Ezt tegyük ide. Szóval, hogy tényleg az, hogy kihúzogatták ilyen highlightokkal a kulcs szavakat, és úgy, hogy olvasva tanultak, és mit tudom én, hogy elolvasták és kihúzogatták azt, ami fontos volt, uh-huh. minden. És mindenkit így tanítottak tanulni. Ibolya babzsák. Ötödikben, amikor szerintem az nem annyira illik szerintem. Én ezt venném. De jó, cicám, ez a te házad. Te nem az enyém, ez a izéje, ez a rendelői. Te csinálod a házad. Narancsárga. Te melyik szint szerinted vennék? Szerinted a rózsaszín, ez melyik illik legjobb? Ez. Jó, akkor ez. De nem, lehet, hogy a kék. Cicám, akkor legyen az, az enyém. De én csak megkérdeztem a véleményed. Szia, Dóra. Szia, Dorka. Szóval, hogy és hogy én ezt ötödikben tanultam, amúgy tényleg jól illik hozzád, megkövetlek tényleg. Az tűzveszélyes szerintem a radiátor mellé rakni. Ide. Nem, az úgy túl zsúfolt. Oda. Szóval, és én a helyedben, nézd. Még vennem kell cuccot. Nézd, állj egy kicsit le. Igen. Hogyha oda nézel, akkor mit látsz? Lukat. No, mit tennél? Hát, oda tennék valamit. Nem, cicám, nem kell mindig valami pluszt. De hát hozni, itt még ez kötelező, mert 5 cuccot kell elhelyezni. Értem, de még van helyed is, neki a hely, semmi baj. De két babzsák lesz, az egymás mellett értelek. Legyen. Értelek. Tegyem át oda. Nem, cica, meghallgatsz? Hogyan mondjad. Tudod úgy átrendezni, hogy ne legyen ott az a luk, és arrég ne tegyél be semmit? Ezt. Nem, annak ott kell, hogy legyen. Ezt arrég húzom. Igen. Köszönöm. Tehát még lesz két cucc ebbe a kis szobába. Értem. Az el fog férni, hidd el. Jó. Nézd meg, hogy mennyivel jobban fog kinézni. Picit. És akkor oda tudod tenni a másik babrákot. Ja, a másikat? Uh-huh. Meg még lesz egy tárgy. Na, szóval is, hogy tényleg az, hogy visszatérve a tanuláshoz, hogy nézd meg, mennyivel jobban néz ki. Hát... Szellősebb van. Jó, de még egy tárgyunk van. Pedig egyel több tárgy is van benne. Még ez is itt van, a pelenkázó. Jó. Akkor ez is rózsaszín legyen. Teljesen jó. Viccet. Lefagyott a pelenkázó viszont itt legyen mellette, nem? Miért? Miért? Ide hozod a szart az ablak alá? A szaros seggét? Ide? Hadd szellőzzön a szarszag? Jó. Szart az ablak alá. Jó van. Igen. Megbeszéltük. Jaj, cica. Elvileg kész. Na, elmondhatom végre. 86-szer, mit nem csináltam végre? Meg? 1 millió forintot kaptam. Nem kaptam, mert nem fokéztem le. Jó, de hogy annyit fogsz kapni. Szóval az a lényeg, hogy mindenkit így tanítottak tanulni, ha. Mondjuk azt fel kéne mosni még. Látom. Szóval mindenkit itt tanítottak tanulni, hogy ki kellett húzogatni azokat a dolgokat, amik fontosak voltak, és én meg soha nem tudtam itt tanulni, és egész felső osztályokban 5-6-7-8 szenvedtem azzal, hogy nem tudtam az ilyen tanulós tantárgyakat megtanulni, csak azt, ami érdekelt, mert különben nem jegyeztem meg. Csak bioszból, meg jó, van, 86%-osan fizikából leálltam. Voltam jó. Mert hogy azok érdekeltek tényleg akkor, és a többivel meg nem tudtam, hogyan tanuljam. És... Legyen a málna színű falak, ha már úgy is festegettünk. És annyira durva volt, hogy utána így 9-ben, ahogy másik tanárhoz kerültem, ő elmondta, hogy hát, hogy mindenki úgy tanuljon, ahogy neki jó, és mit tudom nagyon én, teljes. És mit tegyek megiszod? Vele. Megiszod? Nem kérem, köszönöm. Magadhoz? Ebben hozok kólát, te iszol egy kis kólát? Ó, köszönöm. Felolvasod addig a női levelet? Igen, csak ezt szeretném mondani. Rendben, nyugodtan. És hogy 9-ben mondták, hogy lehet másként is tanulni, és kitapasztalgattam, hogy hogyan tudom megjegyezni, és kiderül, hogy órán, hogyha hallottam, akkor nagyon jól meg tudtam jegyezni. Valamint a másik, amivel nagyon jól meg tudtam jegyezni, hogyha kiírtam, tehát hogyha leírtam konkrétan a szavakat, sokkal jobban megjegyeztem, mint ha csak kihúzogattam volna. Tehát hogy én nekem a vizuális tanulásom, hogyha szavakról van szó, annyira nem jó, ha képekről akkor ebből már meg se tudja várni a választ, mert mennie kell. Szóval ja.
csak annyira nyilván belemerülsz. Még nem húztam is, húztam le a telomra az instet, és azon gondolkozom, hogy kisorsolom a régi telom. Ó. Közelőbben lesz mongoftabakban. Hát ha lesz valamikor, akkor megmutatjuk persze, de nem lesz a live-okban. Nem lesz a live-okban, nem. Én nem szeretném nagyon... Igen, felolvasod közben? ...az interneten, ha lesz... Bonjour. Bonjour. Szeretnék a házamnak egy kicsit művészi belsőt adni. Kérem, fessen a nappaliban a nagy fal egy részét válaszínűre, a másik részét pedig szürkére. Ó, és majdnem elfelejtettem, kérem, javítsa meg a rossz konnektorokat is. Merci. Ja, ez nem konvektor, jó. Konnektor. Nem ugyanaz. Igen. Na. De a konvektorba szóval se dugjátok a kezeteket. Őszintén utálom a tanárunkat, ha már tanárjára tartunk. Figyelj! A virágok, első kert, ahol attól virág van. Ne utáld a tanárodat, mert attól még lehet jó ember, hogy tanítani nem tud jól. Nem, de amúgy tényleg. Hogy attól még simán lehet jó ember. Például nekem volt egy... Maci. Egy tanárom, akinek nagyon nem szerettem a stílusát, és mégis tök jó ember volt. Úgyhogy a töri engem is kiidegel, mindent tökéletesen megcsinálok, anya is le is ellenőrzi, erre elküldtem, és anya arra ébreszt fel, hogy 5-kor egy 2-es lett, meg olyanokat ad, amit nem is tanultunk még. Az igen. Itt mi a piros? Szóval az egyik legjobb barátnőm most írta, hogy ebben az évben második családtagját veszítette el. Írtam neki, segítettem neki, de hogy kérdezem meg illedelmesen, hogy ki volt, aki elhúny. De itt nincs konnektor. Ismerem a családját, és azért érdekel, és valószínűleg tudom, hogy ki az, akkor még többet tudok neki segíteni. Hát szerintem nem mindig kérdez illik meg, rá kérdezni. Hát az ott nagyon nincs jó helyen a... Virág? Most még azt nézem, hogy itt nem ír javítást, tehát hogy igazából ott egy piros, és nem tudom, mi a piros. Itt. Vagy emögött van egy konnektor? Lehetséges. Igen. Oh. Szóval, hogy az a lényeg, hogy kérdezd meg, hogy ír neki azt elsőnek, hogy nem akarsz tolakodó lenni, és ha nem szeretne, nem muszáj válaszolni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogyha ilyen kényes kérdésről beszélgettek, mindig adjátok meg a másiknak a lehetőséget, hogy ne kelljen válaszolnia. Tehát, hogy mondjátok neki nyugodtan, hogy ha nem szeretnél, nem muszáj válaszolni. Igen. Mert ez nagyon fontos, mert akkor nem fogja azt a nyomást érezni, hogy de hát megkérdezte, akkor muszáj elmondanom, még akkor is, hogyha nem szeretném. Szóval én így kérdezném meg a helyedben. Megvan, megjavítottam a pont bent voltam pszichológusnál, amikor kijöttem anyukám a váróban nagy szomorúan, apám meg a váró előterében jár fel, lejön, megkérdezem, hogy mi a baj, anyukám elmondta, hogy meghalt a tatám. Ó, nagyon-nagyon sajnálom. Tényleg nagyon sajnálom. Igen. Igen, ezt már olvastam. Amúgy nem lesz majd olyan, hogy időre kell csinálni. Ja. Az jó. Jó. Akkor az ilyen kis nyugis játék. Szia, Abby! Köszönjük szépen, hogy benéztél. Szia, köszönjük. 9-től is félek, tudja, hogy lenéznek engem a nagyobbak. Egyik ismerősömnél is ez volt, mert lehet csak némhíreket terjeszt. Figyelj! Elmondom neked őszintén, mikor én 9-ben mentem, úgy voltam vele. Szia, ez a szó Annó! Szia, Annó, szóval, mi újság? Hopp, kidobtam véletlen. Jó, legalább oda tudod tenni a helyére azt. Nem, itt volt eddig, csak ezt szóval, kell megcsinálni. Jézusom, ez mikor 9-ben mentem, azt mondtam, hogy új suli, új élet. Kicsit tudtam én, hogy... ezt hogy mondom? Szóval ez te nem iszol egy kis kólát? Egyetlen, pont most ezen dolgozom, hogy ezt a szmögyet valaki kérdezik, mert nincsen be másik barát. Szóval, hogy mit sem tudtam én, így mondod. Behozok neked egy poharat, vagy behozol? Szóval, hogy mit sem tudtam én. Hozzak egy poharat? Majd ezt elmosom, mindjárt csak befejezem ezt. Szóval, mit sem tudtam én, hogy nehéz a suli. Hogy kitartás. Én hiába akartam önmagamat adni, és mit tudom én, egy picikét túl is játszottam a dolgot, mert annyira örültem, hogy végre önmagamat adhatom, mert az ilyen új emberek... Azért amúgy le fognak cseszni, hogy eladtam egy belső cuccot? Nem hiszem. Remélem. Na, de hát mondjam már, hogy annyira örültem neki, hogy új emberek, meg új lehetőségek, meg minden, és még nem festettél ki, remélem, hogy tudod. Csak nem tudom, melyik ezt. Hát mi volt a megbízás? Meg tudod nyitni? Tablet. Ja, nem feladatok. Csináltunk amúgy fotókat. Feladatok. Nappali konyhával. Tehát az majd kell lesz, de tehát ez a nappali? Konyhával.
Hát ez nem ez az. Ez a három szoba tudom, szerelme. Azért mondom. Szóval is, hogy az volt, hogy amikor 9-es voltam, akkor ugye azt hittem, hogy végre magam azt hittem, és jaj, de jól, és még túl is játszottam a dolgot, és az volt a lényeg, hogy nagyon nem jött be, ahogy viselkedtem a többieknek, meg minden, és nagyon nagy sérelmeket szereztem emiatt, mert ugye azt hittem, hogy jó, melyik amit része csinálok, legyen ez málna? Legyen szerintem az étkező rész legyen málna. Szóval, és hogy nagyon nagy sérelmeket szereztem, meg minden, amiken hála jó Istennek sikerült már túllépnem, de felnőtt koromra, szóval olyan sokáig velem voltak, viszont elmondom nektek, semmit nem számít az életedben. Tehát, hogy ahogy kilépsz a gimnáziumból, vagy szakközépiskolából, semmit nem számít, igen, hogy mit gondoltak rólad az osztálytársaid. Soha több életedben nem fog számítani, hogy mit ezt gondoltak kell rólad. Téged hány osztálytársad keresett meg, hogy figyelj, szerintem 11-ben az a hátizsák, amit hoztál, senki, és már 2 éve azt használtad, gáz volt. Senki. Szerintem ásd el magad. Senki. Senkit nem érdekel. Senki nem fog vele foglalkozni. A tinédzserkor egy fura korszak, úgyhogy igen, mindenki tudja, hogy fura dolgokat csinálunk, minden, úgyhogy... Igen. Úgyhogy senkit nem, semmit nem fog beleszámítani az életedbe az, hogy mi történik a gimnáziumi éveidben. Hidd nekem el. Senkinek a véleménye. Amúgy sem számít senkinek a véleménye. A te életed. És ez félig, hogy... Ja, nem, az egész falat, ja, kell gondolni. Örülünk, hogy itt vagy, Zsolt. Igen, mi újság. Sziasztok, hogy kell tanulnom, s a többi nehéz a suli kitartás, veled vagyunk lélekben. Igen. Szia, Enci! Dév, írtam privátban. Ezt ki írta? Ezt Enci írta. Majd megnézem. Seprű. Igen, hát nem azzal kellene a falat festeni, hiszen... Ez nem seprű. Igen, de először azt... Ja. És nem is először a felmosót próbáltad meg. Véletlen volt. Szüprű, az... Szerintem azt már ne. Azt mondta, a fele legyen ilyen, fele másmilyen. De ez még csak 18%-a a szobának. Jó, én veszek egy másik festéket, de erről még előtte... Nem, szerelmem, ideig, nézd. Eddig a... Hát akkor nem. Akkor nem. Én arra gondoltam, hogy mi ez legyen. Ez. Igen, ez a része. Mert ez az étkező rész. És az része az meg a nappali rész. Hát nézd meg, jó, hogy a felosztása milyen. Cicám, nézd meg. Igaz, itt még esznek. Igen. Azért gondoltam. Köszönöm, most megnyugtette kicsit. De amit tényleg... Tényleg ne foglalkozzatok vele. Én alátámasztom azt, amit jön a mondom. Megkérdezni. Meg a másik, ne legyetek annyira stresszesek a jegyekkel. Az még hogyha a szülők is azt mondják, igen. Az évvégékre koncentráljatok. Hogy az évvégén ne zárjátok nagyon senki rosszul. Senki nem fogja megkérdezni tőletek az egyetemi felvételinél, vagy mondjuk a diplomaosztódon, vagy hány az érettségidnél. Sem fogják megkérdezni, hogy harmadikban milyen voltál matematikában. De azért számít az évvégi egy, az tény. Az évvégi, igen, persze. De hogyha mondjuk csak egyes kap, akkor nyilván nem lesz jobb, vagy az évvégi se. Így van, de arra koncentráljatok, hogy összességében tanuljatok jól. De most, ha egyetlen egy dolgozatotok rossz lesz, még nem a világ vége, akkor az erőt adhat, hogy oké, okay, akkor tudom, hogy ennél többet kell, vagy hatékonyabban igen kell tanulni. Én a gimnáziumot úgy vittem végig, hogy alig tanultam valamit. Mert annyira hatékonyan tudtam már tanulni, hogy heti 1-2 órát kellett csak tanulnom. Összességében, az összes tárgyra. És mert már annyira kitapasztaltam, hogy hogyan tudok hatékonyan tanulni, szóval szerintem az sokkal fontosabb, hogy hatékonyan tanulj keveset, azt ne, azt már ne. Azt már ne. Tehát ugye sokkal jobb, hogyha hatékonyan tanulsz keveset, mint akkor hogyha várja, kell nem a hatékonyan, másik nagyon sokat. Jajba, visszatértem, jajba. Bocsi, csak nagyon belemerültem a Hello Neighbor-be. Semmi baj. Nem ugye kiabítom a bögrém, ezt nem kiviszem neked. Szerintem mikor most a dögtöjjel az asztalod? Nem tudom. Egy ilyen live-nál mondjuk ez jogos. Szoba kifestés, málna, szürke. Hát de még nincs kész, én még nem adom le. Megcsinálom. Jó kis játék ez amúgy. Tehát ez a tipikus az a játék, hogyha ketten vagyunk, akkor az egyikünk tud beszélgetni, amíg a másik konkrétan csak játszik.
Mert ebben nem ordibálok. Bármi meglepő. Az én egyik volt tanáromat az előző iskolájában azért rúgták ki, mert alkoholista volt, és eleve részegen ment be. Hát az tényleg nem jó. Szia Piper Rabbitborn. Az nem jó. Jó, az más, hogyha van részeg, talán nálunk is volt, de nem úgy ment be, tehát az nálunk tudta, hogy úgy nem volt, mehet be. Az informatika tanárom engem traumatizált egy életre az az óra. Részegen tartotta, és mindenkivel üvöltözött, és alig bírt megállni a lábán. Komoly trauma volt nekem ezt végignézni. Mert én egy olyan háztartásból jövök, ahol se apum, se anyom, hát apum jó egy sört nyáron maximum. Tehát egy havonta egy sört nyáron, és ennyi. És hogy nekem ez olyan traumatikus volt, hogy az még nem teljesen szürke belül. Tudom. Tehát, hogy az, hogy valakit részegen láttam, főleg a tanáromat, aki amúgy egy hatósági személy, érted az én életemben. Tudom. Nagyon. Engem meg egyáltalán nem érintett, meg otthon azt csinál, amit jó, akar. De mi? Az órára jött be részegen. Ja, nálam azt mondtam, hogy nálam otthon volt csak nem, részeg. Nem, az órára jött be részegen. És ez nekem egy nagyon-nagyon durva, azért meg is jegyeztem, pedig hány éve volt? 10 éve volt már. Hát és még igen. Mindig annyira élénken él bennem, pont azért, mert annyira nagyon durván sokkot kaptam. Köszönöm szépen. Hogy sokkot kaptam? Nem, hogy feltöltöd. Ezt gondoltam, csak az gondolom, hogy köszönöm. Nekem viszont most mennem kell, mert megyek anyával, boltba tudok még visszajövök. Rendben fogni. Jó, rendben. Még el leszünk. Szerintem sokáig el leszünk ezzel, mert ez egy nagyon nyugodt játék. Nem az, hogy elfáradok közben, hanem szívesen csinálom. Meg itt tök jó hangulat van szerintem. És azt vágod, hogy már egy órája megy? Nem. Képzeld el! Nagyon túl. Az egyik volt tennem az előző iskolában, élsz a szorsan. Én már megértem, hogy Dobby Andy hogy játszott 4 órákat vagy 3-at ezzel. Ó, amúgy szeretném megmutatni nektek a bögrém. Most nem tudok kilépni pillanat per pillanat. Így is látják szerintem. Reméljük. Mrs. Ugráló víz. Fekete ugráló víz. Nem tudsz ebbe régyelni. De ki tudja, Dév, lehet ebbe is tudsz. Lehet, lesz ez a pillanat. Elromlik a fűnyíró. Igen. Amúgy komolyan nálunk minden évben elromlott legalább a fűnyírónk. Durva. Lehet, hogy apa jobban kijött volna belőle anyagilag, hogy egyszer vesz egy jót. És nem szart, igen. Mindig javítani kellett. Az milyen jó lehet, hogy azt csináltatok, amit akartatok egy pöccintéssel, elesett a tanár. Ne. Hát azért annyira nem volt jó. Van, amit kiláttam. Szia, önöknek egy visszajöttél. Hú, a színben nem jó. Az ablakok megvannak? A másiknál kihagytam egy rózsaszín. Az meg túl virágos. Nem, erre már nem kell. Biztos mi benne? Már sem tele. Ó. Te. Aha, erre még nem ártott. Nagyon fázom, itt vagyok a takaromban. Nálunk most még jó meleg van. Szerintem rózsaszínnel van, amit kihagytam. Ezt. Na, de úgy vagy, cicám. Tök jó, belejöttél. Ú, de 92%, valami nem jó. Ez nagyon szép lett. Valahol nem ugyanolyan a színe. Hát jó, ez így. Akkor próbáld meg azt, menj vissza. Igen. Vissza, vissza. Még. Ja, ez tényleg. Nem, ez nem. Aha, az. De. Ez lesz az. Tényleg. Ó. Cicám, én így festeném ki. Jó van, na hát, nem vettem észre. Benne vagy a takaróban? Tehát jó, nem úgy, hogy bele van szőve, hanem hogy benne van, bele van... 99%! De ne kiabálj, citapók. Valahol 1% még nem jó, csak melyik színben. A hűtő mögött kifestette? Nem. Nem mondd már, hogy arrébb kell rakni a hűtőt. Hát próbáld meg! De azt már szerintem arrébb raktam. Vedd már elő a kezed, Pista. Ki? Jó, konyhaszekrények. Minden mögött kifestett. Biztos vagy benne? 1000%, mert ezt is így csináltam gyottát. Valahol egyetlen egy rész. És résznél. Az nem? Nem, nem lehet? Ez nem lehet a párkány. Az ablakon, cicám, az ablak keretet néz meg, hogy nem világosabb valami egyel? Megnézzük. Sziasztok, megint késtem, semmi baj. Nem baj, ez hosszú óra. Lány. Ez nem egy óra.
harmadik tanárom meg pedofil volt, te jó ég, nálunk is volt. Ez. Megvan. Ezeket meg el tudom adni. Cicám, az élet, bölcsesség követke, az életed sokkal egyszerűbb lesz, ha feltételezed, hogy valamit nem jól csináltál. Kész. Ú, de keveset fizet. Hallod? Hallottam. De tényleg, sokkal egyszerűbb lesz, hogyha feltételezed. Mert hogyha nem csináltál valamit rosszul, akkor legalább még egyszer leellenőrizted, és meggyőződtél róla, hogy jó. Ha meg rosszul csináltad, akkor meg észreveszed a hibádat. Nem, a saját dolgozatokban is, hogyha nem ellenőrzöd le ötször, akkor nem biztos, hogy még három e-mail. És lehet, hogy olyan kis piszlicsári dolgon bukod el azt az egy pontot, ami egy jeggyel jobb lenne. Rend a garázsban, még egy fal, vegye kezelésbe a falat. Falat fessünk, vagy garázs? Most csak ezt döntsétek el. Tehát írjátok azt, hogy fal vagy garázs. Most ti döntötök. De előtte alszok egyet. Garázs fal. Ja, nem az, nem az. Megyek Hawaii-ra. Annyira rossz, hogy úgy mondják, hogy Hawaii. Hawaii, úgy kell mondani. Uh-huh. De mindig Hawaii, azt szokták mondani. Ez magyar játék? Van, nem magyar, alapból van magyar. Magyarítása is van. Van. Nem, van benne magyar nyelv. Igen. Hogy benne van. Benne van, ott benne. Na több a garázs, már rég láttak takarítani, úgy látom. Garázs. Jó, garázsolom. Garázs. Hello, röviden szóval rendet kellene tenni a garázsba. Kérem, dobjon ki minden doboz szemetet, régi abroncsot, ne felejtse el meg most az ablakokat, szerszámokhoz inkább ne gyújjon! A férjem nem bírja elviselni, ha nem a helyükön vannak. Vagy nem találja őket. Megyünk Karolinához. Kiváglak. Na, de szép autód van, eladom. Hawaii, Dizsi. Hallod, fölemelem az autót, beszarsz. Nálunk a... Herkules vagyok. ...egy 12 évesen iPhone 11 Pro-ja van, meg Airpodja. Ó, oh, garázsajtó, ilyen kéne neked is a munkahelyre. Nem akad. És úgy bánik vele, mintha minden nap kapna másik 8-at, és engem, amit annyira írít el, úgy dobálja azt a fülhallgatót, és fú. Ismerek ilyen embereket, sajnos vannak olyan gyerekek, akiket nem tanítanak meg, de neked nem ezt kell csinálnod. De attól rendet rakok. Jó, rendben, csinálom, ami a feladatom. Azt mondod, hogy nem szeretik, ha hozzányúlnak a cuccaikhoz. Ó, majd azt mondom, hogy a férje volt. Itt kell takarítani, tudom. Én először elraknám az olyan a szemeteket. Azt mondta, a gumiabroncsokat is. Igen. De nem mindet. Jó, gondoltam. Szerintem. Azt nehogy kidob. Az legurult. Azt a legurult doboz végig. Teljesen jó. Mindezt a videójában, hogy... Ezeket már használta. Nem kell tartó. Az is használt. Használt gumit mindig eldobjuk, gyerekek. Azt mondj. Ezt csak le kell lepegyni. Erre mi erre? Ja, csavarja. Ja, de ugyanoda oda kell visszatenni. Ez hol volt? Megegyezted? Itt volt alul. Igen. Ez meg fölötte? Fejjebb. Itt nem? Ott, igen. Ott hagyom inkább. Hú, igen, szóval, hogy vannak ilyenek... Szóval vannak olyan emberek, akik nem tanulják meg, hogy hogyan kell bánni rendesen a cuccaikkal, mert lehet, hogy az volt a szüleik reakciója, akik... Kérdezik egyébként, van-e kedvenc videósunk? Gamerek közt Nessai az egyik favoritom. Nekem nem magyar, de amúgy Jenin Amapola, aki a kedvencem mostanában, mert nagyon-nagyon szeretem. Meg van egy podcastja is, azt is nagyon szeretem. Meg az Unfiltered Faith, az is az... Nem Unfield, az más. Unfiltered Faith, az az egyik podcastem. Igazából mostanában inkább podcasteket nézek, mint
fordítva hallgatok, mint videókat nézek. Még az ablaktisztítás. Mert igazából rájöttem, hogy a videókat is úgy használom, mint hogyha podcastek lennének, hogy nem is néznek, hanem csak bekapcsolódok. Sokszor csak hallgatom. Közben csinálok valamit. De hát szerintem a mombuták között is van ennek, hogy sokszor hosszú live-ot csak hallgatja, miközben más csinál, de nem baj az. Azért szoktam sokat pofázni. Én is azt szoktam csinálni, egy rajzolok, hogy ilyesmi, még nem teljesen takarítottad le. Mi? Ez kész lett? Nem. De? Nem. Hát már nem is enged vissza, kész. Száz százalék. Hát akkor én is így fogok takarítani. Csak nem raktam vissza a bicikliket. Igen, ilyenkor el kell dobni a használt gumit dél, mert szülők ne találják meg és ne kérdezzék. Jaj. Na most csak falazni tudunk. Nagyon kérem, segítsen, megfizetem. Ez a szó, ami miatt előrébb veszem a két e-mailnél. Kedves Sándor Viktor. Jó napot kívánok! Cicám, ne üvölts már, kérlek. De Sándor Viktor. Jó napot kívánok, már egy idősebb vagyok, évek óta adok ki szobát a diákoknak. Sajnos idén valósult el a dolog, egy nagyon megbízhatatlan társaságot fogtam ki, nem fizettek időben, szóval megnéztem személyesen, hogy mi folyik a házban, óriási disznól fogadott. Amikor beléptem, azt hittem menten elájulok, a padlón dobozok, üvegek, flakonok, mindenhol kosz és mocsok, azok meg nyugodtan üldögéltek a padlón, elégedetten vedeltek. Figyelmeztettem őket, hogy ha nem fizetnek, akkor repülnek. Végül fizettek, de később kiderült, hogy a házból eladott radiátorok árában. Mindenki a radiátor. Nekem eszembe nem jutna eladni a radiátort. Mindenki tehát, hogy a radiátorok kellene. Elvitték a bútorok egy részét is, a kiktakarításhoz én már kevés vagyok, azt, hogy az idegeim se bírnek. Bírnák. Az idegeim se bírnek. Igen, kérem segítsen. Hát menjünk Viktorhoz. Szegény. Gyere Viktor. Megnéztem a címen és most 16,79 euró a house flipper. Uh-huh. Hát igen, nekünk volt rajta egy ilyen, azt hiszem 5-8%-os, nem sokkal volt ilyen olcsóbb, de minimális. Két értelmű dolgokat szokott mondani. Nem baj, hát azért, mert az úgy jó. Ez vagyok én. Pedig pont most beszéltük meg, hogy sokszor volt baj a kapcsolatban. Mi a feladat? Ilyen szemeteket dob, ott írja, jó van. Szekrényt nehogy kidob. Szóval elég nagy gát volt a kommunikációnkban az, meg a kapcsolatunkban elég nagy baj volt, hogy én nagyon sokszor ironizáltam. Még nagyon sokszor beszéltem kétértelműen. És hogy nem volt világos, hogy mikor mondok igazat, és mikor viccelek csak. Úgyhogy elhatároztam. Az nem kell távolabbról kidobható szemét, arra oda megyek én. Persze. Hogy gyors nem... kezek, az gyorsíthat. Szóval most elhatároztam, hogy nem fogok így inkább éles látás. Kétértelműen beszélni, mert nekem fontosabb az, hogy jobb legyen a kapcsolatok, mint hogy... Több fal festése egyszerre? Az hasznosabb lehet szerintem. Vagy gyorsabb festés. Vagy kevesebb festéket használjon. Szerintem gyorsabb legyen? Hát mit legyen a fejlesztés. Vagy festés. És itt is van még, várjál, magasabb fizetség, gyorsabb munkák, növelt ára. Legyen, maxoljuk ki a fizetséget szerintem, hogy több pénzünk legyen. Na, takarítsunk tovább. Szia, Tímea! Szia! Ezt se hitted volna, hogy ezt hallod az én számból. Az életben nem is hiszem, hogy ezt fogom hallani valaha. Lehet, hogy ez rávesz egy többet... nagy vagy többet kicsit? Többet radiátor... Köszönjük. Egészségemre! Összeszerelés. Szia Tímea, hogy vagy, mi újság, hogy telt a napod, mesélj nekünk. Köszönöm én szépen. Én nagyon jól vagyok. Most ilyen kis nyugis játék, én meg is vagyok lepődve. Látod, lehetne mindenki ilyen. Nem. Miért szeretsz idegesteni? A nézők szeretik. Nem én. Ablaktisztítás egyúttal. Amúgy őszintén, de mennyire adjátok önmagadban a kamerát? Mi 100%-osan. Vagyis hát, én néha azért van olyan, hogy mondjuk tudom azt, hogy annyira rédzselek, hogy most hagyom magam, hogy kívültöm magamból, vissza tudnám néha fogni, van amikor nem. Az esetek 90%-ában nem tudnám visszafogni, de van amikor hagyom, hogy üvöltök egyet akkor is, amikor csak mini rédzsem van agyba, de ezen kívül amúgy teljesen önmagamat adom. Igen. Én nem tudom, én régen néztem magamtól. Jaj! Régen néztem.
Nem kell festeni. Tehát, hogy néztem magamtól régi videókat, na, csak kinyögöm végre. De néztem... inkább őszinte vagyok, mindig azt tartom. Nem fogjátok megtudni, hogy mi történik. Cigis poszter, ne cigiz. Drága. Meg undi. Meg büdös. Meg egészségtelen. És drága. És büdös. Igen, szóval néztem magamra a régi videókat, és ez a... tényleg, hogy mostanában tényleg most már azt teszem észre magam, hogy sokkal jobban önmagamat tudom adni a videókban. Meg amúgy ez más, mert videóban teljesen más, mint live-ban, mert ugye az van, hogy amikor elkezded csinálni a videót, akkor ilyen nagy lelkesedésed van. Ezt megforgattam. Én is. Szóval, hogy az teljesen az a falhoz lehet tenni. Szóval, hogy... ez már jó. Szerintem tedd át azt a komódot is a másik oldalra. Az úgy nagyon sok. Ide? Aha. De úgy kitakarja a konnektort. Nem, pont odafér. Az ágy mellé. Hát relatív. De ez is ferde. Nem baj. Nem kérték, hogy jó álljon. Most már másik. Istenem. Úgy, még... most vissza. Így. Megvan ez a szoba. Na, tehát teljes mértékben magunkat adjuk. Szóval, és tényleg az, hogy néztem így magam is, és rájöttem arra, hogy a videó az azért más, mert akkor ugye az, hogy amikor elkezded, akkor elkezded egy lendülettel, és mit tudom én, és ezért, és tart addig a lendületed, amíg be nem fejezed. Ha pedig egy hosszabb hangvételű videó van például, vagy egy live, akkor az, hogy az elején megvan a nagy-nagy lendület, meg mit tudom, és folyamatosan fogy el a lendület. Az energia inkább, igen, azt mondanám. Igen, igen, hát a lendület, az energia. Szóval, hogy azért lehet az, hogy ilyen chillesebbek vagyunk egy live-ban, mint egy videóban. De hogy az nem azért van, hogy nem adjuk önmagunk, csak live-ban. Hanem 10 percig könnyebb felpörögve lenni, igen, mint két órán át. Témáért, mint mondjuk két órán kezd. De bármiben így van. De én tartom azt, hogy azért kell, hogy videósként is önmagadat. Legjobb példa, elmész egy mongufta találkozóra, és nem azt kapod, hanem tök máshogy viselkednénk, akkor nem jönné a következő. Meg a másik az, hogy neked egy kínszenvedés lesz akkor minden találkozás nézőiddel, mert vagy meg kell játszanod magad, vagy, és vagy sikerül folyamatosan, vagy nem. Vagy csalódást okozol nekik. Ilyen ágyat szerettem volna, majd kiderült, tudom, hogy csak 140 kilót bír el. És hogy csak gyereknek csinálja. És mi ketten nem 140 kiló vagyunk. Hát sajnos nem. Hanem mondjuk 240. Hát ő meglátja. Mondjuk 200 kiló vagyunk együtt. Az, hogy mennyit reális, ittak ezek, nem? Az alkoholisták? Az reális, hogy nem? Hát lehet. Együtt 200 kiló vagyunk. Na, ezt felállítjuk. Tudod, mik vagyunk? Mik? 200 kilónyi. 200 kilónyi szeretet. Szia, Nóra! Szia! Mit gondoltok arra, hogy valaki egész nap egy Instán élik, például ott darálják le a vitákat, vagy ilyenek? Nagyon sajnálom azt, aki tényleg csak az Instán. Jézusom, mennyi kosz van még ott fenn a térképen? Én is majdnem beleestem ebbe, hogy egyszerűen akármi volt, akár hogyha felszálltam a valamilyen tömegközlekedésre, kellemetlenül éreztem magam, hogy emberekkel kell egy helyen ülnöm, elővettem a telefon, meg minden. Akkor, hogyha valakivel nem tudtam, néz körül a falon fent is. Mindjárt. Szóval, hogyha nem tudtam valakivel beszélgetni valamiről... Szia, Nóra, köszönjük, jól vagyunk, és te hogy vagy, addig írd le. Elkezdtem nézni a telefonomat, semmit nem néztem rajta, hogy konkrétan, csak így... Így el voltam a telefonomon. És nem is csináltam semmit amúgy. Elég most ez az olcsó mosdó, vagy vegyünk másikat. Tökéletes ez. Még spórolás van. És azon kaptam magamat, hogy akármi olyan helyzet van, ami kicsit is kellemetlen nekem, előveszem a telefonomat, és azt böngészem. És semmit nem nézek, csak úgy nézegetem. És így azt mondtam, hogy oké, akkor tudatosan, mától nem fogom elővenni, hanem megpróbálom valahogy hozzászoktatni magam ehhez a kellemetlen érzéshez. És elkezdtem beszélgetni az emberekkel például, elkezdtem valami más csinálni, vagy csak egyszerűen a környezetemre figyelni magam körül. Mert hogy annyira elfelejtettük, hogy létezik ez is amúgy, nem csak az, hogy belebújok a telefonomba. És igazából én is hibás vagyok ebben. És azért nem lehet
teljes mértékben hibáztatni, kicsit feljebb. Igen. Szóval azért nem lehet teljes mértékben hibáztatni az ilyen mondjuk gyerekeket vagy fiatalokat, mert ők lehet, hogy nem is ismernek mást, hanem hogy ebben nőttek fel, hogy egy ilyen diszkomfortos, szociális dologban így az lesz az első, hogy hát akkor nézzük meg, mi van az Instán. Simán lehet. Semmi nem lesz az Instán. Tudod, mi lesz az Instán? Ugyanaz a 25 kép, amit látsz minden nap, hogy valaki feltesz magáról. Körülbelül. De hát függetlenül, ha még nem tettétek, kövessetek be Instagramon, Magusta Family. Tehát ott használjátok bátran, meg mi is használjuk. Én is egy csomó olyan embert követek, akinek vagy funkcionálisak a posztjai, vagy csak esztétikusak és szépek azok, amiket feltesz, vagy mondjuk építő jellegűek. Viszont most csak az, hogy és régen én is ezt csináltam, és bocsánatot szeretnék kérni mindenkitől, aki ennek tanulja volt az eddig Insta tevékenységemen. Hol a kosz? Hogy csináltam magamról 8.600.000 ugyanolyan fényképet, ugyanolyan selfit az arcomról, és vagy magamról, és minden nap ugyanaz az arcom, ugyanazok a ruhák, ugyanaz minden. Tehát ugyanaz. Teljes mértékben. Csótányok! Ha nem kellene csótányokat, akkor a játék beállítása van rá lehetőség. Jó, hogyha valaki fóbiás. Igen. Üvegdarabokká változtasd. Na jó lesz. Maradhatnak a csótányok. Hát ha hozzám szólnál a buszon, a hangulatomtól függő választ kaptál. Nem arról beszélek, hogy így random valakivel a buszon elkezdek beszélgetni. Mondjuk az se rossz, én azt is nagyon szeretem. De azért azzal vigyázni kell, mert nem tudod, hogy ki milyen állapotban van, milyen lelki állapotban, ki nem az, elmebeteg. Szóval, hogy tényleg az, hogy... Mindjárt megyünk csótányozni. Tényleg az, hogy akár ez is, de mondjuk én annyira ezt nem szoktam, hanem inkább az, hogy megpróbálok rájönni arra, hogy miért érzem magam kellemetlenül abban a szociális helyzetben. Tehát, hogy abban, hogyha például emberekkel... Ideiglenesen arrébb teszem. Miért érzem rosszul magamat? És amúgy rájöttem, hogy arra, hogy félek mondjuk attól, hogy mit gondolnak volna, meg minden, akkor kicsit mélyebbre ásol, miért gondolod azt, hogy bármit is gondolnak rólad. Ha gondolnak rólad valamit, miért fontos neked az, hogy mit gondolnak rólad? Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek nagyon mélyek. És ha most csak belebújsz a telefonodba, akkor így has, semmi baj nincsen, és nem oldod meg ezeket a problémákat. Ott még van valami? Kosz lesz, hogy nem... Az ablak. Meg a... Az szóval egész. Igen. Sok a félreértetlen. Zsolt úgy képzel el engem, mint a... Volt egy ilyen francia film, a Gérard Depardieu, meg a Jean Reno volt benne, és hogy az egyik az egy ilyen nagyon pozitív emberke volt, és hogy börtönben voltak. És lehet, hogy láttad. És elég idős vagy hozzá. De hogy így az volt benne, hogy így a... Mit csinálok a csótányokkal? Marcon a rab. Majd ott mondani fogja. Akkor. Azt mondod. Tehát az egyik ilyen marcon arab így eszik, és akkor így megkérdezi a Gérard Depardieu ilyen nagyon pozitív ember, és akkor így megkérdezi, eszel pajkás, eszel? És akkor nem szólal meg semmit, és akkor így hatszor megkérdezi, látom, eszel pajkás, eszel? Jó. És akkor így végén már nem bírja tovább a rabot. Azt mondja, csótányok elpusztító, azt meg ott volt egy csomó, hazudik a játék. És akkor nem bírja már tovább, és akkor azt mondja, nem, szoró. Jaj, emlékszek. Pofa be, igen. Meg volt a teheneső. Azért ebben a házban tényleg rohadt nagy rendetlenséget csináltak a fiatalok, már nem azért. Nyomi csótányok, igen. De akkor jól gondoltam, hogy te vagy elég idős hozzá, hogy azt láttad. Ne öregeztük. Nem, csak hogy... Vicceltem, tudom. Szia, Amber Dice! Halika! Ezer éve, mi újság? Ezer éve, mi szél fújt ide? Jézusom, csótány! Igen. Meg... Várj, mi volt a porszívó? Elbetű. Igen. Nagyon jó volt. Engem nagyon sokat bántanak minden nap lelkileg. Na, mesélj! Na, nyugodtan meséltek, ez egy ilyen kis csillelős láj. Mondjátok el nyugodtan, mondjuk már tudjátok. Én közben takarítok! Lehet, hogy egyszer kedvet kapok az életbe is ennek a játéknak. Hallod, mondjuk a konyhafőnököt nézted, és most már főzöl is. Na, látod. Hallod, takarítós műsort nézel már, kérlek. Miért nincs olyan mi, ahol sztárok vagy celebek takarítanak? Itt viszont kis csótányokról beszélgetünk. Figyelj, panel light.
hát suli is van, nincs időm semmire, mert gim is lettem. Na, elsősorban gratulálom. És hogy megy, mesélj? Másrészt pedig kitartást hozzá. Pont arról beszélgettünk, hogy a live elején, hogy nem kell foglalkozni azzal, hogy mit gondolnak rólad, akár az osztálytársaid. Tudom, hogy ez most jelenleg úgy néz ki, mint hogyha nagyon fontos dolog lenne, de semmit idővel nem fog számítani az életedben, hogy az is meg lehet, hogy most nem bántásból, de hogy akiket a legjobb barátodnak gondolsz, minden izé nélkül lehet, hogy soha büdös életben nem találkoztok suli után. Így van. Sziasztok, nagyon ver a szívem. Miért? Mi ráírtam az új crushomra. Oh. Na, Tifi! Na, szia Tifi! Szia Tifi! Hát nyugalom. Hanem ilyen össze van vagyok, még egy csomó rossz. Másik fiú. Na, de hát az tök jó, hogyha csak abból. Nosztalgikus. Miért? Mert hogy mikor az előző volt, akkor is a House Flippert nem live voltunk, max live voltunk. Hát igen, nem. Egy hónap ezelőtt is itt paráztam, hogy ráírok. Ó, igen, értem. Az rémlik. Mondtam neked, hogy most onnan ide, hogy akarsz. Így. A porszívó szereti a csótányokat, amit tényleg mit csinálsz utána a csótányokkal? Vannak villanyok, de minek kapcsolja? Csabán a Csaba Centerben lehet kapni csótányokat 100 forint per darab. Figyelj, akkor én nagyon gazdag ember lennék, ha én eladnám az összeset. Nálunk is van télen. Igen. Engem is eléggé sokat bántanak az alakom miatt, mert anorexiás vagyok, de amúgy meg nem. Szemöldököm miatt, mert nagyon genetikailag, és eléggé le van nőve, de nem vészes, de idegesít. Figyelj, hogyha téged zavar, hogy mondjuk... Gyorsabb takarítás, most már érzem, hogy kell. Dúsabb a szemedek, hogy mit tudom én, akkor szedd ki, vagy vannak erre nagyon jó módszerek. Tényleg, nincsen azzal semmi gond. Másrészt pedig, az alkatod, az egy olyan dolog, nem tudsz rajta változtatni. Igen. Tehát, hogy meg most másik. Ha te jól érzed magad így, akkor senki kedvéért ne változtass rajta. Mert... Jó, most nem arról beszélek, hogy hát mondjuk ezért tényleg túl sovány vagy, tehát hogy egészségügyileg már veszélyes, vagy például arról, hogyha például egészségügyileg... Nem tudok bemenni mögé, nem tudok ugrani. De hogy tényleg... Forra. Azért kellett volna távolsági személyzetés. Ja, így már értem. Még forgass ide. Nem jó. Még? Nem jó. Ezzel se vagyok előre. De így oda tudsz menni hozzá. A-a. A fotelt rakd el. Nem azt. Pont addig sem. Elrakom, ameddig itt feltakarítok. De pont a másikat kellene. Na mindegy, szóval igen. De ha pedig többiek véleményét szeretnéd, leültem. Akkor csak gondolj arra, hogy az egyik lehet, hogy azt mondja, hogy ilyen vagy, túl ilyen vagy, a másik lehet, hogy pont azt mondja, hogy túl olyan vagy. És így akkor elférünk. Akkor kinek akarsz végül megfelelni? Nem tudsz mindenkinek megfelelni. Hát az osztálytársam beszólt, én megpofoztam, ő meg levert a szemüvegem rólam. Ó. Az nem jó. Mindent megkapom, hogy fogyatékos vagyok. Én is nagyon sokszor megkaptam ezt gyerekkoromban, hogy fogyatékos vagyok. De nem jó dolog ezzel viccelődni. Igazából ne foglalkozz velük, tényleg tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz. Azért csinálják, mert az emberek úgy vannak beállítva alapból, hogy figyelemre vágynak. Tehát, hogy mindenki másnak a figyelmére vágyik, és meg arra, hogy elismeri. Na most, ha az elismerés nem kapja meg, akkor lehet, hogy inkább arra fog hajtani, hogy teljesen mindegy akkor, de csak szerintem azt nem úgy kell megfordulni. De nem jó így. Nem. Miért? Mert így nem férsz hozzá a szekrényhez, és azt is le kéne takarítani. A szekrényt. Igen. Ez tiszta. Nem csinálsz oda semmit. Igen. Jó, de akkor is nem tudnak kinyitni. Ebben sincsenek bugyogók? Nem tudják kinyitni a szekrényt. Forgasd rá a kanapét. Meg ez egy sarok kanapé, tehát látod? Értelek. Ott a sarok támlája. Szóval igen. Ez most meg kis, de rám ért. Szóval fú. Csak ne érd bele egyből magad, mert abból lehet legjobban csalódni. Forgasd? Ó, köszi. Csak tényleg nem izében mondom, Tifi, csak hogyha beleéled nagyon magad, akkor könnyebben csalódsz. Én mindig azt mondom, hogy ismerkedésnél egy 3-4 találkozás, és max utána éled bele magad. Engem régen nagyon sokat bántottak a testalkat miatt, és emiatt utáltam magam, de már elfogadtam, hogy ilyen vagyok, és már nem foglalkozok vele. Így van. Nagyon fontos az, hogy el tud fogadni magad, viszont nagyon fontos az is, hogy ne ess bele abba a hibába, amiben én egy csomó ideig beleestem.
hogy túlsúlyos voltam, és abszolút nem foglalkoztam vele úgy, mintha ez egy probléma lenne, pedig egészségügyileg már probléma volt. Szóval arra nagyon vigyázni kell, hogy nem lehet azt mondani, hogy oké, 140 kiló vagyok és elfogadom magamat. Elfogadhatod magad, persze. De attól nem lesz sokkal jobb. Viszont muszáj, hogy dolgozz azon is, hogy egészségesebb legyél. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy persze elfogadjuk magunkat, viszont dolgozni azon, hogy a legjobb verziói legyünk saját magunknak, úgyhogy ja. Igazából az előző is megszívtam egy gyökér gyerek, de tudjátok, válaszolt, elájulok. Na és mit vásol, mert itt válaszolt? Gondolom, nem tudom. Meg igazából ja, most alapja a kapcsolatnak. Tehát, hogy most az, hogy tetszel neki, az tarthat pár hónapig, és... És lehet, hogy annyi. Utána annyi. Szóval, hogy... Nem bántásban mondja ilyen. És utána, nem, igazából szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy megvédd a szívedet, mert tényleg... Fúj. Hogyha... Ha nem a szíved, hanem a szoba. Fúj, megvédeni az érzelmeid, gondolj, érzelmek, hogy szia, én vagyok. Ja, azt hittem, hogy valami értelmesebbet válaszolt, de hogy még csak itt vagytok. Szóval igen. Engem az egyik volt crushom azért pofozott fel, mert megrántott le a székről, mert megvertem hófoglalóban. Oké. Okay. Figyelj, hát aki így viselkedik. De lehet, hogy még az... gyerek, tehát azért ne felejtsük el, hogyha gyerek, akkor még idő, amíg kifejlő a fiúk, meg még később. Igen. Nem tudjuk, hogy, hogy mondjuk egy harmadikos kisfiúról van szó. Igen, én 20 évesen, mikor Dave 20 éves volt, én azt mondtam neki, hogy figyelj, ez így ennyi. Utána... Kb. 23 éves voltál, vagy 22 éves voltál, amikor... Tényleg idő kell a fiúkhoz. Azt mondtam, hogy oké, jó, most már érzem rajtad, hogy elég fejlődés ment végbe, mert egyszerűen nem tudsz... Később érnek, ezt azért viccen kívül. Tényleg, mert ugye vannak beállítva. Tapasztalat, hát én is voltam ilyen. Mások vagyunk. Engem azzal szoktak bántani, hogy olyan vékony vagyok. Örülünk újra neked, Alexandra. Nem, nem szabad tényleg felvenni érdeket, akik alkotod miatt. Olyan, mint jó, oké. Vagy mint engem a szemem miatt, arról se tehetek. Így van. Műtvel voltam, azt ilyen lett. Szóval másik pedig az, hogy engem például mindig zavart az, hogy az egyik fülem eláll jobban. Meg az, hogy például nagy az orromon itt egy ilyen cucmú. És igazából rájöttem, hogy ezeket csak én veszem észre magam. Tehát, hogy senki az égvilágon nem vette észre rajtam kívül. Szerintem a szemedet is amúgy sokkal kevesebb vették tudom, nagyon észre, sokára vették észre amúgy. Mint ahogy amennyire te gondolod, lehet. Hogy mindenki... És amúgy, ha jól érzitek magatokat, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot nekem is jön el. Kicsit lájkot is dob. 98% a takarítás, és egy csomó kosz van. Tehát ez 2%-nyi kosz, nem hiszem én. Én meg vékony vagyok, és néha nem szeretem, hogy vékony vagyok, mert inkább lennék úgymond a kövér, mint vékony, nem tudom miért. Figyelj, egyik véglet sem jó. Nem. Az a lényeg, hogy te elfogad úgy magad, ahogy vagy. Tehát, hogy meg a másik azt mondja, hogy ezek csak külsőségek. Gyerekek, annyi minden fontosabb dolog van, mint a külsőség. Igen. Ez csak egy hús szapat. Meg a sarkában. Most nem látom. Jó, köszi. Szóval ez csak egy hús szapat. Minden reggel megmosod, felöltözteted. De mi kell? Radiátor. Szóval ezt a húscafatot minden reggel megmosod, felöltözteted, és azt hiszed, hogy ez vagy te. Pedig ez amúgy nagyon nem így van. Nem a tested vagy te. Hanem a lelked. Hanem a lelked. Az, aki vagy, amilyen gondolatokkal töltöd meg magadat, amilyen dolgokat cselekszel, az is te vagy például. A cselekedeteid is te vagy, a gondolataid is te vagy. Itt valahol ide kéne. Meg az egész lényed te vagy. Viszont ez csak egy húscafat, ez csak hordoz téged. Hordozza azt, ami igazán fontos benned. Szóval nem látom, hol a nem piros. Szabad ennyi jelentőséget ezt nem értem. Tulajdonítani neki. Ide kéne felszerelni, de... Ja, itt van. Jó. Sziasztok, amikor visszaírtatok Insta, hogy tetszett a videóm, akkor majdnem elájultam, hogy elkapott a fangörst, de cuki vagy. Cuki vagy, köszönjük szépen. Köszönjük nagyon neked, hogy csináltatok a videót. Szereljen gyorsabban. Szia, Alexa! Ez fájt. Mosógép! Csak megpróbáltam illendően köszönteni a hölgyet. Szóval, de nem 20 éves volt a srác, 13-ban volt az eset, te jó ég. Mint mondottam, mosógépet a fiúk jóval később érnek. Tényleg jóval később.
Én eleve érettebb típus voltam, és úgy értem olyan későn. Nem voltál érettebb típus, szerelmem. Te csak szeretted okosnak mutatni magad. Az is volt. Azt! Mindez hiszi magáról! Ú, mesélj le, mi történt a sapkáddal? Beleszart egy csimpán, dehogy is. Kimostuk! Puta! Nem, most már az történt vele, hogyha így ezt csinálom, akkor nem akarok lefordulni a székről, mert mondta, hogy hát, hogy kimosod a sapkám is, mondja, ha bár nem tudom, szerinted ez így még jó. Hát most már nem vagyok érettebb típus, de voltam kamaszként nagyon. Hát én már ezért 12 évesen és 16 éves rockerekkel barátkoztam. Hát az nem azt jelenti, hogy érettek. De hogy mindig idősebbekkel barátkoztam. Miért érettek voltak? Hát nem tudom, változó. Nem hiszem, hogy érettek voltak. Negyedikes vagyok, de az osztályom úgy is elkezdeni, hogy nyolcadikosak lennénk. Igen, gyerekek, ne nőjetek fel gyorsan. Úgyis nagyon gyorsan véget meg van valami kosz. Komolyan. Meg mindig azt hiszem, hogy kövér vagyok, de csak 40 kiló vagyok. Nem vagy az. Én inkább vékony lennék, mert be tudom tűrni a ruhákat akkor. Figyelj, Tifi! Csak egy húsz szabad. Rájöttem. Szerintem nem baj, hogy ilyen a szemed, mert te vagy így az igazi Dév. Így van. Ó, köszönöm. Meg valamit nem javítottunk kiadás. Ki. És csak olyan. Ott van valami kosz. Dév, így vagy igazi. Halljátok, felmentem tetőre Hello Neighborben, és a madáremberkel felrakít ezt a magát a tetőre. Nagyon nem 78% nem, hol nem jártunk? Típus, tényleg nem az nagy gyerek. Valahol nem jártunk. Én olyan vagyok, hogy minden túlgondolok, minden hülyeséget gondolok magamnak be, aztán meg azon görcsök. Radiátor. És ilyen vagyok. Nagyon nehéz az élete az ilyen túlgondoló típusú embereknek. Nekem az a megnyugvás, hogy tényleg Isten tényleg úgy is tudja, hogy mit csinál. Tehát, hogy tényleg. Nem kell túlgondolnom, hogy mi lesz ha, és mit tudom én. Pont múltkor beszélgettünk erről, hogy azt amúgy úgy vágjátok, hogy 80% mit hagytam ki? Az, hogy mi lesz ha, az csak az ember találta ki? Tehát, hogy nincsen olyan, hogy ha tettél törölköző szárítót? Igen. Valami miatt 80%. Szóval, hogy az, hogy mi lesz ha, jó vagy van, mi lesz volna ha, mehetünk. Az... az csak az ember találta ki. Tehát, hogy ilyen nincs igazából, hogy mi lett volna, ha... Jézusom nálam, olyan magamnál is rendezhetném a házat. Igen. Szóval, hogy az nincsen, hogy nem tudsz visszamenni az időbe. Tehát azon már kár gondolkozni. Inkább mondd azt, hogy legközelebb majd ezt fogom csinálni. Mert a jövőbe el tudsz menni majd, de... Nem, magamnál azt nem. Festeni kell. Ja. Majd. De hogy a jövőbe tudsz még majd elmenni, viszont a múltat azt már nem tudod megváltoztatni, úgyhogy teljesen kár rajta rágódni. Tanulni tudsz, Max. Az ablakot nem tisztítottad le. Ó. Oh. Szia, Vivi! Köszi, Tifi, a tippet. Na jó, menjünk tovább, majd egyszer lesz jobb házunk úgyis ennél a szarnál. Szia, Vivi! Nem tudok rájönni, hogy mi a profilképed. Ez nyuszi! Na! Bán Mihály, még egy fal, vagy pedig ments meg ezeket a borzalmas színektől, édesem. Édesem. Vát? Nem vagyok az édesed. Azért is megnézzük. 10 évesen még barbizzatok, meg játszatok H2-osot a medencében. Igen. Így van. Szia, szívből üdvözöllek, nagyon örülök, hogy felajánlott a segítséget, remélem ajánlat még mindig él. És biztos, szia, nem mondanál nemet olyan kiváló személyiségnek, mint én, igaz? Ezzel valami ismerősünk. Helyzet következő. Egy hónapja beköltöztem unoka hugomhoz, aki művész, ebből következik, hogy a háza is úgy néz ki, mint egy karácsonyfa, de komolyan színvilága szörnyen bántja a szememet, már nem bírom. Olyan tragédia. Olyan dühös vagyok miatt, hogy már attól félek, előjönnek a rendszém a szemem körül. Az lenne csak tragédia, elejét kell vennem a dolgom, és kedvesebb, te fog segíteni benne. Mielőtt unok, ahókom hazajön a turnéból, ki kell festeni az összes falat, valami normális színre, tudod, mit szeretlek? Az egy e-mailbe! Tudod, mit szeretek? Előre is köszönök mindent. És ne feledd, jó, ha zsietsz, puszi, Bán Mihály. Ez a Bán Mihály, ez meg akar minket puszíni valami közeli nincs haverem. Nincs ezzel baj, Dév, amikor megismertek titeket, furcsájtam, de akkor se zavart, mert ettől vagy önmagad. Köszönöm szépen. De szép amúgy így kívülről, nézd oda. Oda nézd. Már 11 milcsink van. Az egy
egyik youtubernek is, akit nézek, van egy nyuszija. Na mennyire lesz zavaró a szín? Csak nagyon keveset tudni. Jézusom, már az indítás, figyeld. Én 5 évesen bevetem a fejem, úgyhogy vérzett a fejem, és bevarták utána a septopasszal, és pontos szemöldökömnél volt, lehúzták, és még egy csík, ahol nem volt szemöldököm. Oda néz a szobákra, figyeld. Szia, Bence, Mizuka! Szia, ez az egyik szoba. Másik szoba. Ez mondjuk jó. Azok lovak. Igen. És itt van még. Kiég a szemem. Oda nézze, így beléz, figyeld. Igen, nyuszi, nyúnyóka. Itt a nyúnyóka. Hashtag nyúnyóka. Na innen fogom festeni a festést. Világos barackra kell majd kifesteni. Ezt a szobát. Igen, ő írja a feladatot. Ne gondold túl. Bocsánat, hogy felhozom a témát, de szeretnétek másik házi állatot? Nem, egyelőre nem. Nem szeretnénk, tök jól vagyunk a csiguszokkal. Meg igazából szívem mélyén nagyon szeretnék akár egy kutyát, akár egy macskát, akár nyuszit, vagy tengeri malacot, de... Nagyon keveset vagyunk itthon, kivétel most ez a koronahelyzet. Rettentő keveset vagyunk itthon. Körülbelül 20 órát vagyunk itthon egy héten. Szóval, amit tényleg itthon vagyunk. És abból pedig mondjuk... A fele live. Live-olunk. De mondjuk azért 40 órát vagyunk itthon, és abból mondjuk 5 órát live-olunk egy nap. Jó. Szóval 35 órát vagyunk itthon, az egy állatnak nagyon-nagyon kevés lenne, hogy annyi időt töltsünk vele. Meg akkor így már másnál biztosan jobb is, jobb hely is lenne. Aki mondjuk több időt tud vele foglalkozni. Úgyhogy jelenleg nem látnám... Értelmét. Hát igen, nem láttam értelmét, köszönöm. Szívesen. Nekem 3 évesen pattanó ujjaim voltak, és meg kellett műteni, és megmaradt egy kép, és arra még mindig emlékszek. Mi az, hogy pattanó ujjaim? Én se tudom. Semmi különös neveltek, Mizu is, semmi különös. Velünk sem itt viszont az alsó részt is. És finomat főztem ebédre. Igen. Nagyon-nagyon jó volt. Tehát most nekem is nagyon nézettem, hogy meg volt ugye tegnap a teszt. Nem. Nagyon sokat aludtunk most, tehát tőlünk ez szokatlan, hogy ugye most a betegség miatt, meg hogy itthon vagyunk, dupla annyit alszunk kb. Sőt, triplát. Dév. Mondja. Nem tudom, hogy ezt még érteti. Ott az ablak sarkába is ki kell festeni. Hol? Ó. Másik. Tényleg. Köszönöm. Nekem az egyik szemem alatt van egy barna fold, de csak engem idegesít, mert senki ne vesz észre. Nekem vannak pigment foltjaim. Tehát vannak olyan helyek a testemben, bocsánat, nem akartalak. Aztán majd következő live-ban már veszünk lakást is, és azt is felújítjuk saját magunknak. Ott a tetejét se fejezze. Tudom. Szóval, hogy vannak olyan pontjaim a testemben, ahol sötétebb a bőröm, vagy világosabb. Igazából ezt azért nem szoktatok vetni, mert a combomon van, meg itt a karomon van 3 helyen, meg maximum itt strandon látnátok. Meg például tele van az mindkét kezem, meg minden lábam, akkor a hasamon is van, még a cicimen is van, az arcom is tele van, a hátam is tele van anyajeggyel. És ezt elég sokáig így nem szerettem, mert így praktikai okokból is eléggé rossz volt, hogy így volt olyan, ami ilyen nagyon kidudorodott, és az így beleakadt dolgokba. Viszont így megtanultam azt, hogy igazából az olyan, mint hogyha... 82% a szobának. Egy ilyen különleges mintájú, mint mondjuk egy macska, hogy nincs két egyforma círmos macska, hogy egy nagyon különleges mintázatom van, ami 90. Senki másnak hát nincsen, csak ugye nekem. Kérem. Úgyhogy ezt nem tudom, igazából most már nagyon szeretem, hogy ilyen egyes vagyok. Ilyen. Pedig régen nem szeretem. De cuki vagy, Bence! Janet, amikor te mindig jót főzöm, amikor ott voltunk, akkor az eperes muffin is nagyon finom volt. Ó, szegénykém, pedig akkor még nem tudtam olyan jól sütni, mint most. Most már tényleg finomabb. Rajtatok kísérleteszt! 98% akkor valahol nem lett olyan. Ki fog kerülni a csatornára a videó? Ez fennmaradt, persze. Nem az, hanem amit
nekünk csináltad az intrós videó. Hát igazából mi nem szívesen tennénk ki, mert nektek kiszoktuk járjátta amúgy, a nézettség. De tehát, kiszoktuk, csak volt már mit kitettünk, ezt azért nem, mert kiraktuk Instára, hogy nézzék meg, meg minden. Tényleg, változó, hogy melyik kerül ki és mikor. Hol hagytam el valamit? Szia, Viki! Szia! Nekem van egy különlegességem, akarjátok hallani? Persze! Sziasztok, nagyon szeretem a videóitokat. Köszönjük szépen. De aranyos, hogy köszönjük. Dév, ott az oldala! Ott tényleg, az tényleg az oldala. Köszi, az volt. Tifi, olyan igen. Szemed van, hallott, hogy beszarás. Ez halvány sárga, várjál, milyen barack volt. Nyuzit. A pattanó új az az, hogy amikor behajtod az ujjaidat, mindig úgy mened az ujjad. Nagyon kellemetlen volt, egy időben visszatudom, hogy szegényém, ahhoz nagyon rossz hangzik. Ezt világos kékre kell, ezt a sárgát. Megvesszük a festéket. Bocsánat, nem tudom, hogy miért törölt téged a Nightbot. Te telefonodat lehet, nem lehet megnyitni. Ért. Nyom meg. De csak rosszra nyomsz. A kékre nyomjál pont. A kékre nyomok. Nem. Nagyon pici a hely, nem tudod itt megnyitni. Igaz, nem tudod? A fontát? Nem értem. Finta, nem fonta. Ja, nekem ezen meg nem mutatja, várjál. Bejöttem a pórusba venni ruhát, de a sportdájában nem lehet felpróbálni a ruhát. Egyszerű nagybetűkkel írt végig, ne írj nagybetűkkel. Igen, Laura, bocsánat, hogy letiltott a Nightbot, azért... Kis reklám, közben csekkoljátok a tagságot, köszönjük szépen. Már a 200-as tag is nagyon sokat jelent nekünk, köszönjük szépen. Előveszem az ecsethengert. Nem láttam volna, hogy írtál volna valamit, Bogi. És ez kékre kell. Hát igen, nézd, van színkülönbség. Mármint az egészet kék. Igen, itt végig egy színet, egy színt kér. Hát igen. A jobb kezemen két ujjam között ezen a kis hártyán, vagy min, van egy anyajegy. Na, az tök jó. Nekem egyszer kijött a tenyeremen egy anyajegy. Nem is tudom, hogy hol van-e, vagy megvan még. Amíg elmegyek pisilni, addig lefested a... vagy festesz egy kicsit? Van. Aha. De hogy például a kézfejemen is van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anyajegy. Csak ezen a kézfejemen 10 anyajegy. Várjál, ti félre tudok egyszerre több falat, hogy nyomod és húzom 1, jobbra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hát nem. 7. Még azt nem fejlesztettük ki. Úgyhogy ja, nekem is sokan jegyem van. De semmi gond nincs. Festesz egy kicsit, amíg pisilek? Aha. Aztán utána visszajövök ám. Jól van. Annyi, hogy bele kell mártani a festékbe, hogyha kifogyol a festék. Látom, cicám, jó? Látom. És a sima egérre tudsz. Oda mész is úgy. Csak nem használj túl sokat, mert akkor többet kell venni. Értelek. Aztán sietek, hogy tudjuk mire olvasni, csak muszáj pisilni. Gyerekek, ez lesz egy órán keresztül. Csak némakusban festem a falat. Tehát az a baj, nekem ez a bajom ezzel a játékkal, hogy én koncentrálok rá. És nem tudok közül beszélni. De tényleg gyorsabban fest az úgy, mint előtte, amúgy, mint előtte. Bocsi, mindjárt nézem a csetet. Túl jó szórakozok! Szia, Alice! Mizuka! De örülök neki, hogy látlak, tökre életek. Van még kávé, kérsz? Nem, köszönöm szépen, tök jó vagyok. Én ezt mondtam, Buta, hogy nekem ezért nem lenne izgalmas az játék, mert én csak ülök és... Némán. Hát mint a Sims-es tény. És némán festek. Tehát ennyi. Nem baj. Minden visszaveszem és akkor beszélek.
Jó, várj, még iszok egy kis kávét, te nem kérsz? Te biztos, hogy kérsz? Igen, mert nem fekszünk ma korábban, még szívesen játszom. Meg látod, most beosztva van, sokkal kevesebb kólát iszok live-ba, és kávét is napközben. Tényleg figyelek rá. Ugye, babám? Igen. Ó, elfogyott a festék. Mármint a henger, a vizé? Nem a dobozból, csak a hengerről. Ja. Na, szóval, Gágán megint visszaértem. Ó! Örülünk neked, majd mondom, melyiket választod. Jó, rendben, igenis. Igen, nyomd meg a tabot. Ugrálva? Vagy veri a tab, az nem ez. Nem, nem ez az. Melyik a tab? A capsok fölötti. A két nyíl. Nem. Nem? De most mit csinálsz? Ez csinál. Még ne vegyél, hogyha nem kell. Nem, a izé írta. Tifi írta csak, de nem tudom miért írta. Nem tudom, hogy írják a nevét. Most ébredtem konkrétan olyan hangon, mint a Darth Vadernek, be van gyulladva a mandulám, szóval megint beteg vagyok. Ó, kitartást a léz. Tudom, hogy az nem jó meló. A mandula gyulladás az elég csúnya. Nekem is mindig az volt. Tehát, hogy mindig akármilyen megfázás, akármilyen felső légúti dolog, mindig ráhúzódott a mandulámra. Nem tudom, hogy miért, valahogy az volt a én gyengeségem. Jövő. Úgyhogy jobbulást veled. Jobbulást, Aliz. Úgy de forró lett. Na? Szép. 82% valamit kihagytál. Az ablaknál lenti rész. Ott. Lent. Az is. Úgy. Hát itthon is ilyen ügyes szoktál lenni. Hát igen, csak nincsen festőhengerem. Igen. Ilyen ügyes lennék, ha lenne festőhengerem. Na, jövő Mongus Ötelire hozzatok egy hengert. Hát azért addig szeretném kifesteni a... Most elklikkeltél a másik egérre. 91%. Még ezt megvárom, míg 100 lesz, aztán visszajövök. Ja, ott tényleg alatta. Öcsémnek amúgy ilyen színű szobája volt kb. Emlékszem. Még mindig zöld. Ja, hogy kifogott. De mai biztos jobb lesz, mikor többet tudunk egyszer. Igen, amúgy jön a íget. Szia, mi újság? Akkor tényleg jobb, hogy én játszom, és közben Igen, figyelj, igazából így is lehetne, hogy én játszok, csak nem valami élvezetes. Tehát vannak ilyen streamerek, akik tényleg így van. Csinálják. Na még 2% valahol nem olyan jönnek, kép. És így... És meg se szólalnak a live-ba. Ott nem tudsz. Valahol nem jó. Hagyjad, megkeresem. Né. Az ablak sarka írja Tifi. Ablak sarka jobb oldalt én ír. Én láttam egy jobb oldalt. Jobb oldal, nem az az ablak. Másik ablak, ami elő... Ott! Ezt én is pont kiszúrtam. Köszi Tifi! Köszönöm. Na, kész. Szépen! Azt majd eladom, mert már nem kell. Én adom. Jövök vissza. Nem csak ott. De készen van. De készen van! 100% lett Tifi. Elmegyek pisilni én is. Jó, hova lett a kólát? Ott van mellettem. Nézd, hogy alszanak egymás mellett a dzsigeket. Látom. Hát meg toljuk neki. És utána majd amúgy, mikor már sok pénzed van, nagyon fain házakat lehet venni, és azt bebútorozod meg minden? Vagy mi a végkifejlet? Azt megírod, Tifi vagy, aki játszott már ezzel, hogy mi a cél? Nyilván mindent kifejleszteni. Nincs cél. Hát az érdekes. Nem baj. Azért törekszünk rá, hogy mindent elérjünk, amit ki lehet maxra fejleszteni. Legyen sok pénzed, az kész. Értem. Jó, ez készen van.
Ezt kell a halvány sárgára. Aha, tudsz venni házakat, és azokkal mit tud csinálni? Gondolom berendezni, nem? Én néztem erre egy videót, és trollkodott, kifestette a házat szivárvány színűre. Jézusom, az igen. Van a csigákról Janánál szerintem, vagy valami házi állatos videónál, nem tudom, majd ha visszajön, megkérdezzük, mi volt a címe. De van már videó a csigákról, abban biztos vagyok. Vagy a karantén vlognál nálunk, nem tudom. Ja, hogy megcsinálom szépen és eladom drágábban? Úgy mondod az eladást? Bogi, nem láttam a kérdésed, mindjárt megnézem. Szegény Tifit írja, igen, de itt nem volt kérdés, csak ezt írtad. Visszaolvasod? Írd le újra, nem tudok annyit visszaolvasni már. Írd le újra, és akkor elolvasom, persze. De írd újra, bravo, Bogi. Így van, ahogy írja a Nightbot, Instagramon is kövessetek minket. Jó kis játék ez szerintem, el lehet vele tölteni az időt, meg ha nektek is tetszik, akkor tök jó. Szia, Pitefej! Szerintem jó a játék. Csak nyugis. Mi újság, Pitefej? Az is kész. És annál gondolom kifogy mi. Jaj, egyből ide ugrottam, nem baj, akkor essünk túl ezen a részen. Montifi. Semmit nem látom. Lehet, hogy olyan szó van benne, amit alapból letilt a chatünk. Van pár olyan szó, meg mondat, ami le van tiltva. Fogalmaz másként. Tab. Hát tudom, hogy van festésre, de azt még nem fejlesztettük ki szerintem. Várjál. Festés alapjai. Villámgyors festés? Több fal festés, ezt mondtad, ugye? Tényleg van, köszönöm, látom. Ezt nyomjam? Gondolom most ez a legpraktikusabb. Aha, jó. Köszi. Ó, tényleg, és így egyszerre kettőt, vagy hogy? Ó, a nagyobb részt fest egyszerre, teljesen király. Köszönöm, Tifi. Jaj, ez a játék, amit régen kb. 10-szer megpróbáltam letölteni, mindig rá kellett döbbennem, hogy gyenge ez a gépem. Hát sajnálom. Okay. Hát igen, így azért gyorsabb. Stény. Köszönjük a segítséget, Tifi, ebbe tényleg veterán. Hány órád van benne, Tifi? Mennyit játszottál ezzel? Teljesen szép. %75, akkor valahol még van egy szoba, mi? Aha. Nem, ezt már lefestettük, de itt lövök egy képet azért. M betű. Jön a hol van, jön mindjárt pisilni volt. Itt vagyok. Egyik fiú osztálytársammal veszekedtem, és ő írta, hogy ő képes lenne megütni engem, meg minden. Azt mondta, hogy buta zsiráf, csak azért, mert 165 centi vagyok. Hát figyelj, ne foglalkozz vele. Szia Larissa, mi újság? Kár Larissa. Mond. Ne felejtsd el még mindig, hogy azért szerintem óvodáskortól mondjuk 7.-8. simán verekedősek a fiúk lányokkal is.
Igen, a lányok is, tehát ugyanannyira. Azért, hogy én sok évben sikeresen leszakadtam a kéztörlőnek az akasztóját. Na, csak 26 órát játszott Tiffy, ez tényleg nem sok amúgy. Ezt megcsináltuk, vagy ez kell? Ezt csináltuk, ezt a szobát? Nem, de itt nem is írja. Videókat is néztem egy csomót. Jó, szerintem nagyjából meg vagyunk. Mi az ennyire nem nyomoztunk utána. 75%, jó az így. Cica, az jó neked, hogy mondjuk ilyen 7-ig van a live? Aha, persze. De ha éppen egy ház felénél vagyunk, azt még befejezhetem. Dave, te bolond. Jó. Azt a kék szobát csinál. Már mindegy. Extra fürdőszoba, fürdőszoba és műhely. Jó, itt vágyak. Ja igen, kérdezték, hogy a csigákról mi a videó, vagy hol találják, mert valamelyikben van. Igen. Nálad vagy nálam? Nálad van. Melyik házi állataim? Írd be. Legyen fürdőszoba és műhely. Felolvasod? Tisztelt lakásfelújító vállalat. Ezek mi vagyunk. Tisztelt lakásfelújító vállalat. A nagymama, aki éveken át velünk lakott, sajnos nemrég elment a szobáját, hónapok óta Köszönjük. A szobája hónapok óta üresen áll, ezért elhatároztuk a férjemmel, hogy átalakítjuk. A férjem egy külön szobát szeretne a szerszámainak, én pedig egy másik fürdőszobára vágyom. Mert ha bár nem kicsi házunk, csak egy fürdő van benne. A gyerekeink lassan felnőnek és reggelente elfoglalják a fürdőszobát. Kérem, dobjon ki minden fölösleges dolgot a nagymama szobájából, építsen egy falat, ami ketté osztja a helységet. A már meglévő fürdőszoba pont a nagymama szobája fölött van, szóval nem lehet gond az új fürdő felszerelésével. Azt szeretném, hogy elegáns és praktikus legyen. Világos csempét választani és borítsa be végig a falat. Jó munkát és szép napot, Mária. Jó, ez már összetettebb feladat. Vagy most beszéljek a csigákról? Beszélek én. Bármikor róluk szívesen. Hát igen, nem kici, nem pici ház. Kici? Nem kici ócó. Nagy drága. Nagy drága. Amúgy pont vettem van nekik szép ilyet. Majd odaadom nekik. Azt mondták, hogy a nagymama szobája fönt van, az biztos. This is nem nagymama szoba. Ez lesz a de nem, ez szép ahhoz. Nem, szerintem egyen feljebb lesz még emeletben. Ez sem nagymama szoba. Nagymama játszott labdákkal. Nine. Nincsen főjebb. Akkor pedig kizárásos alapon ez lesz. Várj, egy pirosan mutatja az egyik szobát. Hát nem, cicem, fent van, az lesz. Mondták. A másik lesz fent. Az utolsó szoba, amit nem néztél meg. Azért most fent. Már körbenézem. Fent. A garázs. Melyik utolsó? Nézd, itt van balra, ez a nagymama szobája. Nem. De akkor ezt miért mutatta pirosan? Másik. Ez. Nem, cicám. Tovább mész is úgy. Ja, ez. Másik. Nem. Az meg egy gyerek szoba. Ez biztos nem a nagyi szobája. Akkor kicsincs a térképen, hogy meg tud nézni. Hogy viszed oda az egeret? Kéz. Ezt azért húzottam el, mert megint nagyon búgott a mikrofon. Nem tudom. Dregek a lépcső alatt. Lent van. Tényleg itt egy ajtó. Azt a minden. Aha. Nem, ez nem lehet az. Nappali konyhával. De itt is van egy csomó feladat. Mit kell eltávolítani? Ez a garázs. Igen, és a másik. Az meg a... Akkor itt lakott a nagymama? Nem, szerintem de ez itt az van piros, tehát ez a feladat. Eltávolítás, konyhai akasztós eszköztartó. Ó, de jól néz ki. Ide vásárolhatsz helyette mosógépet. Áh. Akkor igen, akkor ez aha volt a nagymama szobája. Én meg hónapok ezelőtt, amikor... Hát nézd már ide, ez nagymama. Rá voltam függve, most tartok 63. napnál. Add el, azt mondták, hogy add el. Ezt kell adni. Tálaló szekrény. Az ezt gondolom. Vennék ilyet 18 ezer fontot. Köszönjük a segítséget. A Slime Rancherrel volt egy pár live szerint. Kettő? Vagy lehet, hogy még majd valamikor játszunk. Azt mondták, mindent adjunk el. Ott ez volt az a vázam. Mit ír amúgy vele? Sivatag fénykép. Próbáljunk úgy menni, hogy tematikusan. Tehát gondolom az összes fénykép eladható. Igen, Orient álló lámpa.
Igen, fekete mintás váza. Jó, akkor az ilyen alapszarokat adjuk el először. De szép volt. Azt mondták, mindent adjunk el. Felesleges dolgokat. Dév, mindent eladhatsz, nem kell nézni. Ja, jó. Figyelj. Az ajtót is. Add el a radiátort. Elad, azt nem. Érted, miért mondom? Jaj, mert azt kellett eddig. Hogy mindenki eladta a radiátort, akkor te miért nem? Végig játszottam a játékot és a DLC-ket is, szóval tudok segíteni, ha kell. Lili, nagyon nagy vagy. Köszönjük. Még... Villany kapcsolót nem tudod eladni. Minek? Add el azt is. Nem lesz fény a lakásba. Tehogy nem. Nem engedi, mert piros. Ez erkölcstelen! Az órát se. Nem a tolvaj szimulátorra játszunk. Miért nem lehet bármilyen? Próbáld meg eladni az ajtót, vagy valami ilyesmi. Nem szeretnél így pénzt keresni. Ja. Ez erkölcstelen. Szerintem te nem csinálsz ilyet. Ez erkölcstelen. Szerintem te nem csinálsz ilyet. Elég. Még egy valamit próbálj építsük. Meg, konnektorral adni, vagy valamit. De várjál. Tessék. Ez erkölcstelen. Jó, hagyjuk. Add el az eladógépet. Na, hogy kezdjük. Tényleg. Mert ahogy nem szabad, azt nem engedi. Jaj, értem. De először a falat kéne behúzni. Elodni? Azt hát csináljuk. Mit mondod, fürdőcsoba? Fürdőcsoba lesz az egyik. Ide kell egy mosógép. Szerintem a tárolóhelyiségből menjen a fürdőszoba, nem? Hát itt van, ez lesz a fürdőszoba. Jó. De itt nincsen semmi ilyen szar. Ő kéri, nem jó, én. Jó, és egymásból fog nyílni. Hát majd ide kell egy fal. Igen. Én se értem. WC. Látod, itt van, hogy miket kell felszerelni. Budi. Elég a legolcsóbb. Pak szívalok hát egy vészén csészette, jó? Veszünk egy olyat! Ne, ez szörnyen néz ki. Nem baj. Ez borzasztó! Ezt nem akarom elhívni. WC. Ezt megcsináljuk ilyenre. Mosdó, az ez. Cicám, oda tetted, ahova a vizet is bele tudt kötni? Szerintem nem. De azért kérdezem. Trón, az... Vastrón. Csavarjuk. Dév, megvetted az Among Us-t? Nem megvettem. Kaptam ajándékba, úgyhogy köszönöm igen. Szépen a kívánságlistám. Á, folyik a víz, nem jó! Mert előbb nyitottad meg. Igen. Na, tehát, hogy kaptam ajándékba, én is köszönöm Mariannának, vagy Mariannának. Most komolyan, Dév! Hogy kaptam ajándékba, köszönöm szépen, a kívánság listám a leírásban van. Hogyha vesztek játékot ajándékba, mindig mondom el, hogy magatoknak vegyetek, de ha vesztek meglepibe, akkor mindenféleképpen lesz egy live legalább, aztán ha tetszik, akkor lehet, hogy több belőle. Tifi! Most írott, hogy leláttam azot. Ne! Túlzottan rágörcsölsz arra, hogy egyfolytában írjon, neki is van élete és nem is ismer ez még. Ez a legnehezebb. Másik pedig az, hogy attól, hogy most ráírtatok egymásra, még nem biztos, hogy lesz köztetek valamit. Tehát, hogy ne ringasd magad, most nem gonoszságból írom tényleg, de ne ringasd de hallgass magad erre. Olyan dolgokban, amikből még lehet, hogy nem is lesz semmi. A másik pedig az, nekem is van egy csomószor olyan, hogy nem érek rá válaszolni. Nem azért, mert nem érdekel, van, vagy családommal vagyok. Van, hogy Dévnek se válaszolok, mert éppen valamit csinálok. Szóval nem szabad ennek meg nem bántásból nem tudhatod, hogy ő nem szerelmese valaki másba éppen. Tehát semmit vagy nem lehet, hogy éppen róla. Nem szeretne vagy éppen senki. Volt kapcsolata. Ez azért nehéz, amikor ragaszkodni próbál az ember valakihez. De az, hogy látta, sokszor megnyitom, én se látom, csak felnyitom, mert messenger üzenet megjelenik. Így van. Tényleg szóval nem szabad rágörcsölni. Vagy ha rágörcsölsz, akkor csalódni fogsz, ne, mert nem ne fog... Ne, ne tulajdonistennek ekkora jelentőség. Ez tényleg nem, ez mindenkinek szól, hogy akik azt várják, hogyha valaki látta az üzenetet, ez a legnagyobb parasztság a messenger funkcióba, hogy betették, hogy van, mert igazából onnantól kezdve rágörcsölnek, hogy miért nem ír, lehet, hogy ezer dolga van, vagy sorozatot néz fél órán át,
és azért nem ír vissza, vagy fürdik, bármi lehet, és közben megnyitja. Lehet, hogy nem is ő nyitja meg, hanem anyukája, vagy testvére, semmit igen. Nem tudhatsz amúgy. Így van. Ez csak tényleg javasol. Tényleg nem javaslás. Szabad ekkora lehetőség, javaslás. Vagy hát nem tudom, minek mondják. Jóslás! Az, javaslat! Javaslás. Javaslat, azaz. Jó van, na. Jó. És igen, hogy Lili is ilyen jobban fog fájni, ha mondjuk semmi nem lesz, mert most az, hogy egyszer beszéltetek, az még tényleg semmi. Figyelj, hogyha három zónétszer találkoztok, az sem jelent semmit. Ide most zuhan kabin. Kabiny! Zuhan kabin. Melyik tetszen neked ebből? Ez. A második. Nem ez. Ez. Huha! Huha! Jó, feladom, inkább én érzem. Figyelj, nem szabad feladni, csak legyen... Csak ne erőltesd, mert picit az jön le. Meg hogy legyen meg, letisztázva. Meg szabad tere, hát még nem is tudod, hogy ki ő. Persze. Meg a másik az, hogy legyen letisztázva, hogy akkor legyen vele őszinte, hogy szépen. Nem az, tehát jó, zuhany mellett a budi kijössz, és akkor úgy de kell... Hát máshova nem lehet rakni, igen. Az be volt építve. És ez? Itt nem tudom, mi ja, lesz. Mi kell? Még valami kell. Nem lehet, hogy ide kéne rakni a vécét? Lehet. Nem, ide kád jön. Gyerek, zuhany fülke is meg kell. Hallott, keresztes kád! Amúgy nekem itt laza 50 órán van. Az igen. Nem semmi. Ez így fér ide. Szívalakú vécé van, vagy vak vagyok. Nem, Larissa. Sajnos... jól láttad. Sajnos jól láttad. Én próbáltam megakadályozni, de nem sikerült. Minden erőfeszítésem. Le fogom fotózni a végén a fürdőt. Szörnyű. Meg amúgy tudod, hogy mit gondolkoztam mostanában? Ez nem. Túl sok időd van. Még nem dolgozom. Még kell itthon lenned velem, ha nem is tudom! Vagy. Ez az. Nem is tudom, miért nem mehettem ma se dolgozni. De tudom. Szóval, hogy rájöttem arra, hogy most a laptopomat, éppen most az a program, hogy a laptopomat majd végeztem. Folytathatod is, mert még úgyis folgálsz azok. Akkor is ez lesz az. Szerintem az ott egy masszázs budi. Jaj. Mi, hogy így rájössz és így nyomkodja a popód, vagy mi történik? Ez gyönyörű kád. Oda néz. Vagy közben hátradőlsz és hát ez gyönyörű. Ad. És várja, van olyan is, hogyha székrekedésed van, akkor masszírozza a hátat, hogy jobban kijöjjön. Aha, és ide kell majd a fal. Nem szeretnél zavarni, majd pénteken beszélünk. Na, ez jó taktika. Nézd oda, milyen ez szép fürdő lett. Szerelmem. Ez így összkompozíció. Csak az számít. Jó. Best. Kivi vagyok, Dave. Mire vagy kivi? Tényleg megjött már a teszteredmény, Dave? Nem, még, nem, még lehet, hogy három nap, nem tudni. Holnap hívom fel a házi orvos délelőtt. Lili, de jó, hogy meg kell adni a módját a akarom mondani vécézésnél. Igen. Szia Fanni, üdv megint. És ide kéne valahogy behúzni. Add el a kádat, te! Ez rossz. Miért nincs rossz? Sehova bekötve, nézd már meg szerelmem. De miért? Hova fog elfolyni a víz? Nézd meg a hát. A másodóba. De be van kötve, nem rossz. Szerelmem, nézd meg, hova folyik el a víz. Sehova. Nem baj. Úgy lehet ezt megoldani. Ha elrakjuk máshova, várjál. Nem is tudom elrakni. Nem. Be van kötött. Várjál. Hát bekötöttem én. Ide jön még egy fal. Add el, cicám. De miért? Mert add el. Nagyon nagy. Meg nem kell fürdőkád is. De kell, kötelező. Mi az, miért? Mert ide kell. Tényleg kell. Jó, akkor meg rakd egymás mellé, jó? De nem tudod, ott ide kell a fal, mindjárt fölhúzom a falat. Várjál, nem, ide most falat húzok. Csak akkor egy vonalba húzd a falat. Folytatólagosan. Ó. Na, azt el is rontottuk. Azt egy helyben kell tartani, cicám. Rájöttem. Azt hittem, hogy új house tour live. Nem, kicsikét clickbaites címet csináltam, de that's me, you know. Rendesen valós logikák vannak, Dave még leragadt az eszeszónál. Igen, amúgy tényleg... Nem, Dave... Ezért a Laci is így húzza fel a falakat. Most se tudják, ki az a Laci. Nem baj.
Itt rendes? Ja, igen, ezt már olvastam. Dave, mit csinálsz? Falazok. Igen. Nézem a címet, tudom, mi van? Megnyitva a lány. Tudom, ez az én művel nagyon sajnálom, Zoe. Ez mi? Ne érdekeljen, design! Jó? Ez az én dizájnom. Így. Nem röhög! És hogy fogsz átmenni a másik szobába? Majd meglátod, kőműves leszek! Nem bírom! Dév át fogja törni a falat, nem érdekli őt. Dév ezért egy garasra fizetni. Szerintem ő is se fognak. Na, várjál, még ide kell a kád. Dév, mi ez a fal? Jó, akkor másik kádat veszek. A legkisebb kérdőt, az ez. Az az anyukád. Vagy ez. Igen. Ovális fű. Nem, kérdőt. Az. Így már jó. Valóban ajtót is kell tenned, azért arra is gondolj a szerelmem, jó? Szerelek, hogy üsd ki két helyen, vagy mekkora ajtót, és adj áthidaló falat építs. Miért? Nincsen ajtó máshova? Ja, ez egy szoba volt, azt hittem van már hátul ajtó. Figyeljetek a pénzre, mert ha elfogy, akkor annyi. Oké. Okay. Hát szerintem nálunk ez lesz. És, az a, és, a, és annyi. Megoldjuk. Mi? Nightbot. Jó, hogy tényleg azt írta ki. Táncolni szeretnél? Ne. De rossz, nekem soha sem fogyott el. Hát Dave-vel ki tudja. Nem, tetsz. Igyekszünk, hogy nem. Na, és akkor ide kéne egy ajtó. De az a szép dizájnom. Nem tudok sehogy máshonnan oda bemenni. Nem baj, Tiffy, ne foglalkozz vele, tényleg. Ne rágódj ezen. Itt vagyok, tessék, nem kell ajtó. De hát valami piros. Igen, mert rosszul csináltad meg a falat. Dehogy rosszul, csak neked nem tetszik. Add el! Nem tudom. Akkor meg... töröld. A kalapács, kalapács! Pusztítás! Pusztítás! De mindent, azt nem kell csak. Mindent, ezt. Igen. Ó. Oké. Okay. Még ó, de élethű! Hallod? De jó, igen. Zúzzunk! Jaj, értem, mostanában ennyit voltam Twitch-en, és ott annyira késik, és most annyira fura, hogy a YouTube-on nem késik a live. Na, látod? Ezért kell a YouTube-ot nézni! Ezért kell! De akkor hogy? Hogy? Ez így nem jó? De, nem. Abszolút nem jó. Nem törik el! Azért, nehezzel. Na, újocska. A tetejét is. De ezt mi? Mert azt ott akarod hagyni? Igen. Hát rászakod valakinek a fejére? Igen, pontosan. Ja, nem úgy értem, hanem, hogy ott az állapot főnél van a ház költsége, és ha azt mondja, akkor érdemes újra kezdeni. Á, értem. Na. Igen. Na, most azt is üsd ki. De nem kell az egészet. Nem az egészet, szerelmem, de ott ez. Kettő fal darab van, aminek úgy jön ott helye, igen. Ja, ahogy senki se kösön bele a UPC-t, se kösön be a UPC-t, mert szar. Nekünk az van, és amúgy azon fut minden, tök jól, meg minden megy vele. Úgyhogy igen. Nem. Ez helyfüggő, hogy igen, hozzá. Biztos, hogy én imádom ezeket a beszólásaidat. Sajnálom, ez van. Ott látjuk, áttörtük az utat a szívecskés budihoz, gyönyörű szép. Nekünk is jó pici van, itt is szar. Nekünk jó. És itt szar. De lassan töröd! Azt a budit kéne így összetörni, azt adnám nagyon. Meg majd a szobába kell csempe, meg fal. Na. A fürdőszobába vagy a simába? Hát szerinted melyik szobát szeretnéd kicsempe? A simát. A fürdőt kell. Látom, hogy kell még körszőnyeg, meg minden szar. Takaríts már innen! Dév széttöri a berendezést, igen. Szívecskés budin bealul. Az direkt van. Na, így már jó, nem? Nem, mert be kell akkor is falazni majd. Igen.
Ide egy olyan falelem kell. Egy sima. Egy ajtó. Ami ajtó. Igen. Áthidal. Nekünk digi van és jó. Az ilyen. Ez az áthidaló, de ez nem jó. Úgy oda. Cicem, tartsd ott! De ne össze-vissza. Jó. Így, tartsd ott. Érted? És oda fogod tudni betenni az ajtót. Érted? Aha. Nekünk mindig tévé van. Nógrád megyében vagy? Vagy hol? Mondjuk ott volt ilyen is, hogy Gergi háló, meg ilyenek. Vicces volt. Falbontás 1/4, falépítés. Tév, ez nem falfestés, amit húzni kell. Mert a Vodafone is, hát hogy is fogalmazzak. Nekünk az van, most ide fogok lejelváltani egy csomagot. Nekünk is körszőnyek. Kell egy körszőnyek. Köszönjük. Ott van, ott van. De attól nézhetem volna másik. Bocsánat, nézd meg, nézd meg. Ez festék. Jó, bocsánat. Több ne tudsz ajtót venni. Ide? Ne, tudom én. De térképen mutatja, hogy hova kell falat rakni amúgy. Ja, oda. Akkor ide nem ajtó kell, nem fal. Szerintem ajtó kéne. Várjál. WC... Nem adta meg a körszőnyeget. Miért nem adta meg? Hát itt van. Hát itt van. Itt van. Azt hittem, hogy ez egy pizza. Nem adja meg a körszőnyeget. WC papír tartó is kell. Milyen luxi. WC-papír. Kezdeni szépen. De az a mosdó, nem bírom. Mi a mosdó? Segítetek egy apró dologban, ami megkönnyíti a dolgotokat? Ez nem se adja oda. És nem kell keresgélni az áruházon? Persze! Majdnem beletöltöttem ebbe. Nézd, nem adja oda. Nem lett kész. Hiába vettem meg a hülye tartót. Meghűlt. Mi a mosdó elé? Ja, a WC. Igen, hát az a WC, azon én is kiírtam. Nem értem. Ja, a WC elé kell? Hát nézzük. Nem, nem adja, de ezt se adta meg, hogy ide tettem. Nem értem. Biztos nem bebagolt, valami van. Nem adja meg, pedig én ide raktam. De miért nem jó? Valaki írja már meg, Tifi vagy, aki ért hozzá, hogy miért nem adja meg, ha megvettem és ott van. Subnautikát, nincs kedvetek kipróbálni? Nem. Nekem tudom, ilyen üzenet még nincs, és víz alatti játék. Gondolom. Kértem már, teja is. Nem lehet, hogy rossz helyre rakod? De nem, mert nem írja, hogy hova. Nem írja, hogy hova. Hát ez meg gondolom a WC melléke, hát... Hát nem tudom. Na mindegy. Hát ezt a küldit nem fogom teljesíteni. Ennyire megy, de itt meg azt írja, hogy falbontásom sincs kész. Tehát, hogy falépítés is még... Ide fal kell, nem ajtó. Nem mennek ki. Nem, tehát nem is kell, ott körbe megy. Jézus. Nem, ez egy fal. Mit szeretnél? Falat kell fal építeni. Kell, igen. De nem áthidaló. Azt le kell bontanod, az áthidalót először szerintem le kell bontanod. Pusztítanod, bocsánat, annyira önmagaszoznék veletek, de sajna nem lesz meg az a pár cent. Ó, nagyon sajnáljuk. De figyelj, lehet, hogy egyszer biztosan meg lesz. Meg telefonról ingyenes. Csak nem tudjuk, hogy ezt tényleg nem néztünk, utána egy telefonnal engedi a PC-t. Hát, remélem, hogy nyomd meg a tabot, az alsó sávban válasz ki a feladatok opciót, és ott rákötünk, szóval még tedd rá, ami kell, és így nem kell keresgélni. Mindjárt megnézzük.
Na most tök telefon és PC van. Lehet együtt. Na, lehet együtt, akkor meg na, nem kell megvenni. Nem jól írtad be, mert azt írtad, hogy Orient szőnyeg és csak sima körszőnyeget éve szerintem. Akkor az volt a hiba. Aha. Uh-huh. Ide kell Ellan szék. Ja, de mit mondtak, hogy hogy rakja oda ki? Hát cicám. Teljem olvasatottam. Feladatok. Feladatok. Lent. Feladatok. Ja, és mutatja, hogy melyik tényleg. Tényleg. Mint ahogy ezeket is. És azt akkor. Aha, az már DLC-s feladat. DLC-nk az még nincs hozzá, vagy nem tudom mi volt ez, szerintem elnyomódott. Nem, megvan, jó. Köszönjük jóval. Laura a segítséget, meg köszönjük Lidnek is a segítséget. Köszönjük. Tiffinek is, meg mindenkinek, komolyan, az álmom vált valóra. Na, tök jó, akkor majd Among Us-hozhatunk. Már annyira szíves, amongozom, pedig Among. Holnap velem lesz live, és szerdán pedig akkor Janával kipróbáljuk az Among Us-nak. Csak a Mongufta dévet jelöljétek, mert ugye hívásba lesz. Igen. Zoe, már volt róla szó. Miről? Igyekszünk beszerezni majd a Detroit Became Human. Become Human. Igen, beszéltük Janával. Csak ez picit ez drágább játék. Ez köszönhető. Igen, mindenkinek. Mikor lesz live szerdán? Megpróbáljuk. Hát mindig négy után, mert négyig nem vagy. Hát nincs olyan otthon a fele ember, mert igen, iskolába vagytok. Detroitba tudok segíteni. Salgó póc még egy kell. Póc! Sagu pohóc! Köztünk, igen. Múltkor, mikor kijött ez az Among Us... Most meg megint áthidalót akar. Meg na jó van, ezt én... nem csinálok. Vagy akkor mi? Megint boncsak falat? Nem tudom. Két áthidalót kér. Igen. Ez így jó. Szerintem mondsd ki azt a falat. Szóval, hogy is akkor így mondja Dave, hogy, hogy az Among Us, meg mit tudom én, ezért Among Us, Among Us, így Among Us, úgy mit tudom én, és mondom, milyen Among Us, mi? Among Us. És akkor, amikor megláttam, mondom, cica, mondom, az Among Us, Among nem Us. Among Us. Az Among Us, ez nem múltkor jött ki, hanem két éve. Jó, jó, de most lehet, most kapott hype-ot, akkor úgy na mondja, jó. Na jó, lesz nagyon a ház. Ó, persze, nagyon. Gyönyörű lesz. Pont ezért, mert három is friba vagyok szerdán. Igen, biztos, szóval pont hogy azért, is szoktuk, általában. Azért is szoktuk akkor kezdeni, mert tudjuk, hogy előbb nem értek rá. Among Us. Among Us. Azaz. Csak magadra gondolsz, látod? Na, valamit tudunk fejleszteni. Among Us. Kalapács mestere. 5%-kal több erő, a kell az erő. Kell az erő, ez de elközben ne rázzál már. Babám. Jön a Dév, mikor találkoztunk, mert már két éve tervezünk. Mikor találkozunk? Hát két éve figyelj. Tervezünk. Figyelj, ha nem koronás a gyermek, akkor és ha Pesten igen. Vagy, akkor gyere felénk, az ősvezér térhez ki tudunk már, ugrani. Ha nem koronás a gyermek, akkor elrengatom Bátra is, mert nagyon szeretnék vele elmenni Bátra. Sétálni egyet a Dunaparton. Nem csak a Dunapart létezik, Vászlom, hogy elmondom neked. Igen, a fánkozós is létezik. Azon kívül is léteznek dolgok, Vászlom, csak hogy elmondom neked. Among Us. Among Us. Ez lesz a cím, amikor beírjuk, esküszöm. Játszunk Among Us. Játszunk Among Us-zal. Ne. De csak kettő. Nem szeretek szétrombolni, mert nagyon lassú. Szerintem csak kettő. Nem baj. Ős azért tele lehet hármas villamosan menni? Igen. Pontosan igen. Megy oda. Jön a és Dave kivételesen csendesek. Boldog vagy, tessék. Jó, mindjárt látjuk a szép vécét. Most metró, metróval nem lehet. Az őrsig le lehet menni. De metróval. Nem a hármassal. Jó, hát azzal nem. Át kell szállni, hát nem dől össze a világ. A Deák Ferenc téren át kell. My heart feel burning down. Kicsit csendesek vagytok, lehet azért, mert bedugult a fülem. Nem. Most tényleg, hát most mit rédzseljünk azon, hogy fal! Szőnyeg! Tehát, hogy ezen nincs semmit. Ezért is tetszik nekem. Ha itt kéne tanulnom tíz éve, de olyan jó a hangulat. Figyelj!
Tanulj meg és gyere vissza. Bár már nem sok idő van hát. 5 percig. Hát a házat befejezem, mondtam. Tehát ahogy tartunk, ezt befejezem, utána adjuk át. Hűségpont, vagy képességpont. Három fal építhető. De hogy nem, Tifi, figyelj, hogyha nem járkálsz új helyekre, akkor soha nem fogod megismerni Pestet, és soha nem fogsz odatálni sehová. Ez jó. Úgyhogy ne játsz biztosra. Igen, tényleg, higgyél nekünk, oda találsz. Falépítés meg bontás az nem lett annyi, mint amit akart. Akkor ezt ide eladjuk, ez nem kell szarnak se. Puff! Meg ez se kell. Na és akkor vegyük meg, ami tényleg kell. Shift. Menj egy picit körbe. Ezek kellenek, várjál. Milyen szín? Ó, hát... Ocsmány legyen. Ez. Vagy a sárga. Zöld! Jó a WC, köszönjük. Nincs köszönjük, rakom elmenni. Elé. Pénzem sincs a jegyre. Figyelj, jobban kijössz, hogyha a napi jegyet veszem. Mi is azt szoktuk javasolni a családtagjainknak is. És ez a WC papír tartó, oké? Jó, magasra, mert magas ember veheti csak használatba. Úgy. Na odáig, amíg fölnyújtaszkodik, duplán kijön még a szari. Akarom mondani. Teljesen jó. Ezt elforgatom. 1700 forint körül van Tifi a napi jegy, de olcsóbban kijön, mint három vonal jegy, vagy négy. Négynél olcsóbb. Na. Szerintem szép. Itt még falbontást akar. Többi kész. Aztán meg vagyunk. És utána? 93%, ez elégedett vagyok. Két jegye van, akkor írt, hogy inkább jegyet vesz hozzá. Nos, vissza is jöttünk. És már 5 e-mailünk van. Gicsház Angelika. Takarítást szeretnék kérni, a Gicsházzal fogjuk legközelebb, mikor lesz ebből live folytatni. 14 milliónk lett a 8-ból, úgyhogy pluszba jöttünk ki. Dave Mester és Jana nagyon jól megoldották a dolgokat. Így van. Úgyhogy reméljük, hogy tetszett ez a kis chilles live is. Jobbulás, Krisztián. Mindenki, ezt mindig most már fogom kérni, hogyha van kedvetek, hogy ebből még szívesen néznétek live-ot, akkor írjátok komment szekcióban, mert az is nekünk egy irányadó, hogy mi az, igen, amit vártok, hogy szívesen folytassunk. Senki elmélye, akkor nem folytatjuk. Szóval igen. Tehát azért nem mondj, mert például Rocket League alatt is csak White Kagan írta. League. Nézzétek meg a Rocket League-es videót, mert attól lesz live, hogy egy ember írtam, azt akarom is folytatni. Natália, nem hiszem, mert az elég drága. Micsoda? De hogyha egyszer összegyűlik rá a pénzünk, akkor lesz Red Dead Redemption. Hát most volt jó akció, de az még mindig drága, tehát hogy még arra mindig várni kell, azért hogy lejjebb. Azért mondom, hogyha egyszer összegyűlik rá és úgy leszünk, akkor persze tervezzük. Viszont most még nem. Az még messze van. Nem olyan a helyzet. Igen, úgyhogy itt a kis kunyhónk, legközelebb már vásárlunk is talán 20 millió... Kaiba. 20 millió fölött veszünk Kaiba helyett egy házat, úgyhogy legyen szép estétek! Várjatok, még elmondom gyorsan egy viccet. Na. Hogy hívják a fűszerkereskedő, vagy mi a fűszerkereskedő, vagy fűszernövény... Addig én takarítok. Mi a fűszernövény kereskedő e-mail címe? Na mi? rosmarin.bazsali.com. Jaj. Rosmarin. Ja, mert majd ezt is a kaibát is el tudom adni, hogyha teljesen kitakarítom. Hát, nem. És beszámítják az árba szerintem. Na szóval, rosmarin.bazsali.com. Ennyi. Na. Ennyi volt a vicc. Holnap velem találkoztok csak live-ban, mert jön a pihenőt tart, majd meglátjátok mi lesz. Lehet, hogy Rocket League, meglátom, lehet, hogy Fortnite, még eldöntöm. Bazsali.com. Bazsalikom. Bazsalikom. Na. Úgyhogy, ha innen kilépünk, ugye innen fogja folytatni. Tehát azért erre kíváncsi vagyok, hogy nyilván. De szép amúgy a betöltője. Folytatások nem túl bonyolult a rendszer. Jó van. Na. Ez volt a Mongusta Family YouTube. Mongusta Kát, jó éjszakát, sziasztok! Sziasztok.